Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ez történt a Morning Show-ban. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sok közlekedési hírünk van. Az M1-esen mérnek a bábolnai lehajtó után. Felüljáróról Pest irányába Júdás küldte nekünk. Bos Ártánt határátkelő 5 kilométeres a teherautósor Magyarország felé. Norbika egy cike üzente. Aztán baleset van az M15-ösön a 10-es kilométernél. Két kamion súrolt egymást, tart a helyszínen és alakul a dugó, aki teheti, kerüljön. Zsolesz küldte nekünk. Szurkoljatok, ma megyek a maradj talpomba Gundival játszani. Jó, annyit kérünk akkor, hogy nagyon szurkolunk cserébe. Cserébe írd meg, hogy hova zuhantál. Nem mondjuk be. Mi történik veled? Igen. Nem mondjuk be, mert nem akarjuk a Gundi műsorát tönkretenni, meg nem akarunk neked sártani, aki elvileg erről nem beszélhet, és majd alá is írsz egy szerződést. Csak nekünk holnap, hogy lássuk, hogy mi az a szivacs gödör, vagy emberek kapnak el. Igen, vagy... négy segédszerkesztő ott áll, és a gólya viszi a fiát fogáson, meg próbálnak elkapni. Drukkolunk, de cserébe írd meg, hogy hova zuhantál, nem fogjuk bemondani. Nem fogjuk még azt se bemondani, hogy elküldted, te, hogy bajba legyél. Bár nem tudják, hogy ki megy ma a Gundihoz játszani, nem írta alá, sokan mennek ma Gundihoz játszani. Írd már meg, tényleg kíváncsi vagyok, mert nem tudtam rájönni. Na! Mondd még, mit akartál mondani? Akartál valamit mondani, nem? Uh-huh. Kérlek szépen, most írt a Tankcsapda együttes menedzsere, ugye elhangzott a hírekben, hogy két Los Angeles-i járatnak le kellett szállnia, mert bomba fenyegetést kaptak, hogy megnyugtatja a rajongókat, az egyiken ugyanis ott van a Tankcsapda, ők Amerikában turnéztak most. Mi van ebben az a világban, országban? Te jó Isten! És le kellett szállniuk a mind a két gépnek, és az egyiken ott van a Tankcsapda, most írtam neki, hogy nem tudjuk-e fölhívni őket, és akkor írta a Csaba, hogy megpróbálja elérni a zenekart, mert nem tudja, hogy van-e olyan telefonjuk, ami ott jó, ahova leszálltak, nem tudom pontosan, hova kellett leszállni, de ugye nem jöhettek el Párizsig, aha, még valahol ott le kellett szállni, és akkor megpróbálja őket elérni, ha elérni, jó, akkor hét után rájuk, ők Amerikából jöttek haza, és kényszer leszállt a gépük. Igen, Los Angeles, Párizs, azt hiszem az a járat. És lehet, hogy szóltak nekik, hogy lehet, hogy azon a gépen is van, ami le kéne inkább szállni. Igen. Jézus már. Atyaisten. Káosz. Teljes káosz. A hírt, azt mondja, igen. Párizsba tartó utaszállító járat biztonságban földet ért, utasokat kiszállították. Bombafenyegetés volt a két gépen. Hát igen, most megindul a szorakozás is, tudod, hogy bomba. Hát most csak valahol ezt így kimondod. És Kanadában van az egyik, a másik pedig Salt Lake City-ben. Ott szálltak le. Hát ez nagyon kemény. Na, játszunk egyet, jó? Itt van a játékosunk, és igen. Már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, Gabi. Szia, Jani! Szia, Feri! Feri, Bali! Gabi, hello! Gabi, honnan hívtál minket? Fehérvárról. És mit csinálsz? A Székesfehérvárról. Székesfehérvárról, mit csinálsz? Hát most egy parknak készítünk, laminálunk ilyen veszélyes hulladéktárolókra, meg a téli sószóráshoz mindenféle dokumentumokat. De jó! Komoly reggel ilyen bonyolult munkákkal foglalkozunk. Igen, bonyolult. Jó az. Kivel szeretné játszani, Gabi? Ferivel. Oké, Gabi, király. Ferivel. Jól van. Lehetek Gáborám, jó? Te mondtad, Gabi. És akkor Balázs, Ferenc és János. Jó, de csak te így mondtad. Ahogy akarod, mi úgy hívjuk a hallgatókat, ahogy ők akarják. Ha ezt akarod, így hívunk. Ne utáljatok már korán reggel. Dehogy is. Nem, bármi. Amit akarsz, az történik. Ha akarsz, lehet Jutka is. Tök nem rossz. Figyelj, nyugodtan, tényleg bármi. Mehetünk? Mehetünk. Jani? Three és two is van is fire! Neked üldözési mániád van? Egyáltalán nincs. Csak így az utálat miatt, te mondtad. Á, de hogy? Laminálsz, Gábor? Egész nap ezt csinálom. Technológiai leírásokat, ugye? Műanyag. Ilyen bugyikba teszem be. Műanyag, hővel ráolvasztod. Pontosan. Jól tudom a technológiát. Akarsz kérdezni? 120 fokon történik ez.
szeretnék kérdezni tőled. Hajrá! Én még ott járok, hogy múlt héten volt egy kitelepülésetek. Volt bizony. Ott voltál valamelyiken? Szerettem volna, de más volt a program. És hogy éreztétek magatokat? Nagyon jó volt, imádtuk, jók voltak a helyszínek, sokan voltak. Te hiányoztál nekünk, Esztergomba jöttél volna? Az van én közel. Szerintem, hát Dorog közelebb van. Dorog? Dorog. Jól hallottad. Voltunk Dorogon? Voltunk Dorogon? Máshol jártatok. Közelében. Megvagyunk. Jaj. Igen, cipőkanállal. Igen, nem volt egy gyors játék, de megadhatónak megadható volt. Gabikám, megvan az ajándékcsomagod. Gratulálunk. Megszenvedted. Megszenvedted. Ez a lamináló, igen. Ez az a lamináló. Közben megy 120 fokon a lamináló, és gyerekek, a gép bemelegedett, mostanra már lehet, hogy én is. Jól van. Csinál csak, küldjük az ajándékcsomagot, ami jár, az jár. Lassú volt, komotos volt, de megadjuk, jó? 1000 évente játszok, legközelebb majd gyorsabb leszek, de ti sokkal szuperebbek vagytok, napról napra ezt nyomjátok. Köszönjük. Igen. Köszi. Drága vagy. Köszönjük. Jó munkát neked. Köszi szépen, szép napot mindenkinek. Hello. Hát akkor egy-kettő oda. Igen, vezetnek. Tudod már, ez az év, ez már nekünk olyan mindegy. Belefér, gyerekek. 6 percen pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 16 perccel. Ja, mi van? Miért nem hallom magam? Ti hallottok engem? Igen. Van, de várjál, hiába mondjuk, hogy hallunk, hiszen igen. Te nem hallasz bennünket. Az hiába szól, de most már igen. De jó. Valaki lehalkított. Itt bólogatunk. Jó, lásd. Valaki lehalkított itt engem, és azért nem hallottam saját magam. Azt hittem, nincs fülesem. 6 óra után megyünk 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Sziasztok, hello. Jó reggel. Drága hallgatók, meleg van, úgyhogy mindenki úgy készüljön. Meleg. Nagyon felöltözni, dőlnek a melegrekordok. 10, nem is tudom, 11 fok, nem tudom mennyit mértem. 8-10, nem tudom, és meleg az a lényeg. Ja, de a frontérzékenyek azért egy picit vigyázzak tekintetüket, vessék a hétvégére, ugyanis 12 fokot fog esni körülbelül a hőmérséklet. Azért az elég jó, nem? Most csütörtök, vasárnap meg mondjuk így egy 12-ecskével majd kisebb lesz a levegő. Mi nálunk azért vannak frontérzékenyek a családba, hát picit nyomott a hangulat. Igen, ezt el lehet érezni mindenhol, a gyerek is elég sokat sírt éjszaka, valami ilyen sarkvidéki hideg tör az, majd be. Az. Holnap nedvesedik az idő, aztán ez az eltűnik, és akkor a hétvégén pedig, mondom, vasárnap meg már ilyen 7 fokocskát az jó 19 után. Azt mondja a mi Ákosunk, hogy a hegyekben, nem tudom mondjuk nekünk, hol van a hegyénk, mert sajnos azokat valaki lecsipentette pár évvel ezelőtt, de hogy egyébként egyszerű képződmény. Igen, vannak magasabb helyek is az országban még. Igen. Durva, nagyon durva 800 és 1000 méter között, így talán még pár méterrel 1000 méter felett meghaladjuk. Az kemény lennél? A tenger szintet. Ilyen hosszú reklámblokkal még bal is beír időben. És tényleg. Írja valaki. Hát, és ahogy jön a karácsony, ezek egyre durvábbak lesznek. Néha majd mi is megszólalunk, de azért lesznek reklámok. Igen. A vitarás és a meseket külön köszönjük. Azokat nagyon hisznek benne, gyerekek. Hisznek benne, ez a jó. Igen. Hátha. Elvitték ugyan múlt pénteken, de hátha van még egy. Igen, senki valaki. Az eszébe, én azért elküld. Még valaki hisz benne, igen. Slash koncert jó volt, rendben volt? Hát, srácok. De jó. Jó volt? Én azt gondolom, hogy volt, hál' Istennek, ebben az évben is volt egy-két koncertélményem, de azért ez nagyon jó volt. Nem tud úgy eljönni egy ilyen koncertről az ember azért, hogy ne legyen hiányérzete, mert hát annyi a klasszikus, és mondom ezt úgy, hogy én nem vagyok akkora Guns fan, mint mondjuk Balázs, vagy... Ezért nem értem magam, hogy miért nem mentem ki. Azt én is annyira, tehát hogy... Sokat hozzátett a nem kimenetel az, hogy bent hagytam az irodában a Slash egyeket. Tehát ez nagyon sokat számított abban, hogy 6 óra, akkor ne induljak el, mert... Beszéltem Zsüllel, és mondta, mondom neki, hogy mondom, vannak még itt körülötte üres szék, és kérdeztem tőle, hogy akkor nyilván jönnek majd Balázsék, és akkor Zsüll a maga szerint mondja, hogy hát nem hiszem, mert hogy amikor eljöttem, láttam, hogy az asztalon hagyta. Igen, tehát ez nagyon sokat segített, hogy gyere, indulunk, megyünk Slash koncertre, és ebből az lett, hogy nem megyünk Slash koncertre, mert ahhoz viszont már nem volt erőm, hogy bejöjjek ide a rádióba, és aztán elmenjek még a koncertre, úgyhogy csupán anyagság miatt lemaradtam a Slash koncertről, itt van viszont a jegyben, úgyhogy ha valaki nem kell, akkor féláron oda. Persze. Tehát hogy nagyon fontos a féláron szó ebben a történetben, hogy 4 Slash egy féláron eladó, mert ingyen nem adok Slash-eket. Féláron viszont bárki elveheti. Nem gondoltam, hogy bejöhetél ide a rádióba. Gondoltam, hogy jól fog
fog esni Balázsnak a figyelmesség, hogy ha már megírom neki a 6. percében a koncertnek, hogy a 2. száma Night Train, tehát mert ő neki volt egy ilyen kis félelme a koncerttel kapcsolatban, hogy nem fognak Guns klasszikusokat játszani, és akkor nem mondom, nagyon gyorsan megírom neki, hogy tudja, hogy én is jól érezzem, vagy még jobban érezzem magam, mert hogy a legszebb a Macarena, mondom, Night Train. De csak ennyit. Igen, amit ő írt vissza, azt nem idézném. Azt nem. Azt nem, hogy folyamatosan jöttek, és még már aludtam, konkrétan aludtam, amikor meg becsipogott a telefonom, ó, mondom, ez a Slash, miért nem rohad meg, mert tudtam, hogy te vagy. Megmondom, mikor jött Jani utolsó SMS-e, amire nagyon csúnyát írtam. Nem, erre már nem is válaszoltam. Igen. Nem jel az időt sajnos. Hát ronda szavakkal válaszoltam minden egyes gátszámra, amit írtál. Hogy mit gondolok a Slashről. Ráadásul ő kikötötte, hogy a Gunsról nem nagyon lehet kérdezni az interjúban nyáron. Azt hittem, nagyjából 2 Guns-dalt fog elnyomni. Én a Miles Kennedy-t annyira nem szeretem. Hát ez zseniális. Axel ő énekel a legjobban. Sőt, megkockáztatom, már jobban énekel Axel Rose-t, mint maga Axel Rose. Igen. Tehát igen, már jobb hanga van. Hát az Axelnek elment a hangja az utóbbi 10 évben. Aztán meg most hallom, hogy a rohadék meg elnyomott egy 8 Guns számot. Igen, hát Sweet Child, Paradise City, Night Rain, hát azért ezek nagy klasszikusok. Így van, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, igen, hát szóval kikérem magamnak, komolyan mondom. És egyébként nem is Miles Kennedy énekelte a Guns dalok nagy részét, hanem ugye a basszeros csávó. Volt. Egy irgalmatlan, ilyen túlpörgős hapsi volt, nem tudom, hogy hívják. Toad, igen, Dammit. És ment. Pedig nem is a Miles Kennedy énekli, pedig neki nagyon Axel hangja van. Volt, amit ő, de volt, amit a basszusgitáros kolléga, addig leküldte Miles-t pihenni, és előre jött. Mert a basszusgitár is izgalmatlan virítás volt, mindenki Slash betérdelve. Nagyon jó voltak, és hát azért ők sem fiatal emberek már, csak azért jelezném, tehát hogy a basszusgitáros egyébként konkrétan 69-es születésű. És mondom Móninak, ott ült mellettem, és mondom neki, hogy mondom, basszus van, azért én egy thrasher vagyok, de azért ott az első sorban azért végignézném, ahogy ez a csávó végig tolja a klasszikusokat. Mondom, ott áll a kis izébe, kis terpeszébe, tolja a kis standard gitárfogásait, irgalmatlan cilinder, irgalmatlan haj, és akkor mondja nekem Móni, hogy hát én inkább a basszusgitáros nézném így közel. Mondom, anya, én azért nézném közelről a Slash-t, mert mondom, hatalmas zenés, nem pedig azért, mert hátha azért visszakacsint, és meghívva az öltöző. Mondom, szülinapodon, menj előre, azt húzd fel a pólót, hát. De hogy figyeljetek, hát, nagyon nagy volt. Kapott egyébként, tudod, még kapott egy magyar zászlót is a rajongóitól, de mit felirattal. Aztán azt föl is raktad a hátul a hangfalakra. Nagyon nagy hangulatot, nagyon nagy feelinget csináltak, mondom, nekem egy ilyen koncerttel kapcsolatban tényleg csak azért van hiányérzetem, mert ugye óriási életműve van a Slashnek. Ott van ugye a 3 szóló album, amit Slash néven hozott le, úgy többé-kevésbé ugye a Miles Kennedy-nek a közreműködésével. Azokból is össze lehetett volna rakni egy 3 órás koncertet, ami zseniális lett volna. Ott van például a Velvet Revolver, amit egyébként nagyon-nagyon örültem neki, még egy Velvet Revolver számot is eljátszottak, és egyébként volt olyan jó a Miles Kennedy, mint amilyen a Scott Weiland. És adott a testjének, igen, legyen, igen. Már, hát meg adott a Velvet Revolvernek is, ami miatt a hullott szét, egy nagyon jó kis zenekar volt. Aztán ott vannak a Slash népi albumok, meg hát ugye a Guns dalok. Igen, hát az aréna nagy többség egyébként még a Guns dalokért megy. Arra indulzik, de oké, a Slash meg Fergie-vel énekel, meg hallgattam az albumot, tök jó, ugyanúgy szól minden Slash dal, kicsit nem, baromi jó gitáros, de hogy a csávónak van egy stílusa, azonnal meghallott, hogy ő gitározik, mert úgy gitározik. De azért szerintem a nagy tömeg a Guns dalokért ment, mert az mégiscsak egy generációs élmény. Szóval, hogy nem baj, otthonról mindig néztem, hogy mit játszik. Nagyon jó volt, hogy kevés volt az ülőhely, az látszott már, hogy a berendezésnél, hogy mindenki állni akart, ki lehet húzni az ülő részt, meg így vissza lehet tolni az arénában, és akkor csak a felső kakas ülők voltak, tele az álló emberekkel, és amikor egy-egy Guns nóta megszólalt, akkor mindenki. Ja. Kezdek a magasba, ő mindenki belőttem, most ilyen old school gunnerek voltak, és mentek a Slash számok, és akkor ott bólogattak, meg igen, meg integettek, meg várták a sört, meg ilyesmi, igen. Ahogy megszólalt a switch. Így van, de ez szerintem a nagy... Mindenki felparasztok! Igen. De jó fejezte, hogy ezt tudja, mert vannak olyan zenekarok, akik ugye egyszerűen haragszanak az életművükre, és nem jár, mert azt mondják, hogy én most Slashként jövök, én most direkt nem játszom. Tehát a Slash ebből jó fej. Mert azt mondja, oké, Slash koncert, tudom, hogy miért vagytok itt. Tudom, hogy azért vagytok itt. Na jó, akkor nyomunk legalább 5-8 Guns daldát. De jövőre állítok, most már összeállnak az Axel, már nagy békülések vannak. Már előre ki lehet rakni a sold out táblákat mindenhova. Az biztos. Na, azon ott leszek. Én várok Axel a 3 órát. Ha elérnek idáig, mert nekem van egy olyan tippem, hogy kibékülünk, elindulunk, amerikai turné, euró,
És akkor egyszer csak elindulnak vége. Hollywoodból, és a Rodeo Drive-on összevesznek, igen. Tudod. Tehát, hogy a Hollywood bevásárló utcáján már Axel kiszáll a buszból, slash már nem megy tovább, és mit tudom én, már egy New York-i koncertre már külön turnébusszal mennek, meg külön repülővel. Az biztos, ha eljönnek, akkor én úgy megyek majd velük, ezt már megfogadtam, hogy akkor megnézek többen. Tehát akkor elmegy Prága, Bécs, Budapest, tehát egy-két-három Guns koncertet megnézünk. Azért már gyerekes lesz, van. Igen, gyerekes ha addig nem vesznek össze, engem. Tehát nem az lesz, hogy Slash be akar szállni a limóba, bennyit, és akkor, hogyha hát Axel Brothers, és azért turnébusz. Bizony. Na, és itt vége lenne a történetnek. De zseniálisak voltak, nagyon jók voltak, nagyon hangulatos volt az egész. Én azt gondolom, hogy még azt is el lehet nézni a mesternek ilyenkor, hogy tekel egy 5 perceset, tudod, és akkor megy mindenki. Az egy éve is csinálta, hogy egy ilyen kicsit értelmetlen. Jó, igen, igen, igen. De azért pont belefért volna még 2 nóta, tudod. És akkor, amikor már lebegtett, már 20, már izé, már tudod, mindenki, jó van. Igen, igen, jó, persze, ő a góri, ő a főnök, ő viszi, jó, igen, a, viszi a balét. Ő a legnagyobb név, ott van, hadd tekerjen, persze, a 30 év rászín, tudod, igen, igen, csak mi nem tekerünk hozzá eleget, hogy de, az ő tekerése. Az igaz, és a Paradise City-vel zártak? É, hát, ez zseni volt. Én azt már nem tudtam megvárni, mert Soma gyerek a nyakamba aludt, úgyhogy mi visszajöttük, ugye a koncert második része az nekem már nincs meg, de majd János mesél. Hát az Epitite album, ez nekem nagyon nagy kedvencem, gyakorlatilag a teljes életművéből a Gáznak nekem az a top, és hát mondtam Móninak, hogy mondom, az utolsót válik, mert biztos, hogy visszatapsoljuk őket kötelező, jelenleg mondom, biztos, hogy Gáz lesz, és akkor Gáz, és ott már egyébként az egész aréna felállva, tehát mindenki felállva, ott tapsoltak, ott szép fotbal, jó van, okos voltam megint. Jó van. Jó, de nem az első. Okos volt. Gyerekek, nem kell mindig jó járni. Tudjátok, mit szabad mondani, kihagyni. Hogy két dolog van, nem az élet kemény, te vagy csicska. A másik, hogy nem kell mindig jó járni. Ugye? Nem kell mindig jó járni. Hát most vannak ilyen nagy életfilozófiai, nem kell mindig jó járni. Hát ez. Tegnap este ültem a kövön, altattam a Benit, kihívtam, mondom, itt van a Slash. Tehát jó, mi nem vagyunk ki. Bevallottál nekem, a fiam, mentünk, elrontottam. Ő nagyon vágja a Slash, hol, melyik zenekarra van, mondom, nem a Gánszal, a saját zenekarával. Játszanak egy Gánszal. Mert bevallottam, mert ilyen furdat a lelkiismeret, igen, hogy én vele akartam kimenni. Ne gondoltam neki, mert ő kérdezte, beszélgettem a Vikivel, mert ott altattam a Benit, és közben Jani írt, hogy most mi most. És a Beni kiszólt a szobájából, hogy miről beszéltek. A gyereki, elmondom. Anna, itt van a Slash. Ne csinálj. Ezt megdumáltuk. Hogy miért nem mentünk? Én mondom, már elrontottam. Apa, tönkretetted az estémet. Nem mondom, nem baj, majd jön a gánc, akkor kimegyünk. Na, megmutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap, jó? Jönnek a legjobb pillanatok. Sztereotípiákat kértünk tőletek, mert rájöttünk, hogy minden foglalkozásnak van egyfajta sztereotípiája. Ha meghallják az embertől, hogy mi a foglalkozása, vagy ugyanazt mondják, vagy ugyanazt kérdezik. Ez egy nagy kollektív igazság mindenkire nézve. Mert tényleg nincs olyan foglalkozás Magyarországon, aminek nem lennének meg a sztereotíp, hát hogy is mondjam, kérdései vagy mondatai, ha kiderül, hogy te óvonő vagy, orvos vagy, informatikus vagy, ügyvéd vagy éppen liftkezelő. Erről beszéltünk tegnap, mutatjuk a legjobb pillanatokat, aztán jövünk még a hírek előtt vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 6 óra után vagyunk, pontosan 32 perccel. Mi a helyzet játékunkkal? Hogy állunk? 2-1-re vezetnek a mi hallgatóink. Évvégére egészen beerősödni. Hát egy picit el is eresztettük, szerintem mi is. Kiengedtünk. Hát miután behúztunk 30 nyert hetet, azon már nagyon nem tudsz mit csinálni. Lehet, hogy van bennünk egy ilyen. Igen, lehet, hogy kicsit kiengedtünk. Na, hát akkor lehet újra jelentkezni játékra. Ha ma kikapunk, akkor úgy el is vesztettük lehetet, mert akkor 3-1, és nem is nagyon tudunk fordítani. Úgyhogy, aki érez magában erőt, és fönt van már ilyen korán, írjon nekünk SMS-t. Jó, Rafi van az M6-oson a 119-es kilométernél Pest irányában, Csabi küldte nekünk, és azt, igen, tudjuk, Balázs, inkább Szulajmán néztél. Laci küldte. Igen. Csak ez egy másik szegmens. Balázs tökéletesen megértek, kb. 480 méteres kerülő lett volna bemenni a jegyért. És leírtad az igazságot. Nagyon szimpatikus. És leírtad az igazságot. Az a 480 méter, mondtam, hogy na jó, nem. Azért mindennek van határ. Hát nagyjából ennyit kellett volna kerülni, de hát az nem kevés. Az nem kevés, legyünk hát őszintén. Azért 480 nem? méter, most gondold, de hát ha ez a 480 méter, mondjuk az Everesten van. Hát, közted és a csúcs között. Hát 3 óra, mire fölész még. Így van. Na, lehet jelentkezni játékra. Jó, ha van kedvetek, írjatok, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M7-esen a szabadi pihenő előtt kamion transporter. Baleset a leállósávon Pest felé. Köszönjük szépen.
Equity küldte nekünk. Azt mondja, hogy melyik számra és mit kell írni a játékos srácok. Pont erre a számra és pont ezt, amit írtál. A boldog születésnapot Klassz FM ma 6 éve indultatok. Most akkor ma? Ugye, tegnap hagytuk abba, és ma indultunk. Aha. Igen. Igen, igen. Nagyon drágák vagytok. Nagy köszönjük. Szépen, köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló! Halló, sziasztok fiúk, Erika vagyok Miskolcról. Szia! Erika, hello, jó reggelt! Jó reggelt nektek is. Mi újság, Erika, hogy vagy? Hát, köszönöm szépen, elég jól ébredtem. Semmi különös, jó idő van, hál' Istennek itt Miskolcon is. Jól aludtál, jól vagy, minden rendben. Köszönöm szépen, igen, remélem ti is. Jó, igen, igen, mátszoszó. Mindig tudnánk többet aludni, igen. Igen. Na és mit csinálsz egyébként? Mivel foglalkozol? Hát nyugdíjas vagyok. Nyugdíjas vagy. Nyugdíjas vagyok, bizony, sajnos. Sajnos? Hát igen, igen, igen. Sajnos, hogy nyugdíjas vagyok. Hát azt gondolná az ember, hogy mire odaér, valaki addigra már egy picit örül, hogy... Igen, tudod, elmegy ez egy, mit tudom én, egy évig vagy kettőig, talán, de utána már azért unalmas. Különösen egyedül, tudod. Egyedül. Hát egyedül úgy, vagyok, igen. Sajnos a férjem már meghalt 13 éve, egyedül vagyok. Na hát ha. Hát ha majd most egy kicsit még jobbá tesszük a napodat, vagy jobbá. Hát bízom benne. Jó, bízom benne, és a Janival szeretnék játszani. Jaj, de jó. Akivel szeretnél, ez rád van bízva. Örült a Jani, nagyon csak. De jó. Nem volt mikrofon előtte. Nem volt erre felkészülve, mehetünk? Mehetünk, igen. Na figyelj, akkor 3-2-1 és tessék. Jó reggelt! Voltál már valamelyik kitelepülésünkön? Hát figyelj, még soha. Soha? De szeretnél eljönni? Hát szeretnék, ha Miskolcon járnátok. Szerintem megyünk jövőre. Én sajnálom, hogy idén nem jutottunk el oda. Ott volt a nem. Szép volt, Erika. Nem eljött. Ha ilyen hallgató központú vagyok ma reggel. Figyelek, gyerekek, résem vagyok, ma mondom, hogy most már elkapom a tiltott szavakat, ne sose figyelek. Erika, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Jó becsavartál. Na, ne, ez nem. Mi a baj? Neki nem kell így, látod? Mi a baj? Hát már még nem is játszottam. Hát, de. Már játékban voltál. Mi mit hittél, hogy miről beszéltek, hogy mi történik? Te játszottál, én nem játszottam jól. És ezért, mert kimondtam egy nemet. De mit hittél, mi történik? Hát én a Janinak, hát szerettem volna, tudod elmondani, hogy Borsod megyébe, ha jár, van Fájba egy csodálatos kis kastély, hogy érdemes volna, hogyha megnézné a Fáji kastély. A Fáji kastély. Igen. Szerintem 450-szer volt már arra János, már valószínűleg olyan, hogy már nem állt meg, mert azt mondta, hogy Móni, menj tovább, már kétszer láttuk naplementébe. Egyszer deres októberben, négyszer tavasszal és háromszor napfelkeltébe januárban, igen. Erika, most akkor nem is örülsz az ajándékcsomagnak, hogy megnyerted? Dehogy is nem, nagyon örülök neki, dehogy is nem. Csak te még játszottál volna? Hát még játszottam de volna, persze, nagyon sokat. Mindig titeket hallgatlak és imádlak titeket. Ha Miskolcon jártok, biztos, hogy ott leszek. Jó, voltunk már egyébként sokszor, nem? Voltál ott a kitelepüléseinkkel? Hát én nem voltam, mert akkor vagy dolgoztam, vagy unokáztam, tudod, és akkor nem tudtam elmenni. Legközelebb unokával együtt gyere. Hát figyelj, van öt unokám. Akkor te nem unatkozol, drágám, szerintem. Nem. Nagyon szeretlek titeket, és nagyon szépen köszönöm akkor a csomagot. Küldjük, jó? Jó, köszönöm. Ügyi voltál. Ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Sziasztok. Hello. Jó, nem kell mondani semmit. Nem kell mondani semmit. Odaadtad. 3-1. Zsebre tettek, megvettek a hallgatók. Az. Betaláltak, megrátok, három egy, nem észtenek. Egy újabb bukott hét? Igen. Uh-huh. Jó, hogy vége az évnek lassan, azért így szépen lassan a nyakunkra. A nyakunkra jönnek. Eresztettük őket. Igen. Jó, most ebben tudunk kapaszkodni, hogy persze most már kiengedtünk, meg nem tudom, de hát azért... 30 hét van. Az nem rossz. Na jó van. Oké, hát Ákos jön akkor újra. Jó, mondja a híreket, hogy mi történt a nagyvilágban.
És aztán jövünk vissza. Mi is 6 perc, pontosan 7 óra. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Cseppeli gyorsforgalmi teljesen beállt, Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as 78-as kilométernél Pest felé a hídról trafiznak, a rendőr autó jól látható, 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Aztán baleset van az M7-esen a 102-es kilométernél Budapest felé, egyelőre fennakadás nem okoz, óvatosan. Dév küldte nekünk. Tegnap nem hittem a szememnek, az egyik ilyen ingyenes szóró újságban Csoki Mikulás nyulat láttam. Ez azért már nem semmi. Macika küldte nekünk. Micsoda árukapcsolás. De azt most megveszed, és Csoki jó Mikulás lesz tavasz. De hogy, az hogy? De várj, hogy Mikulás színű, de nyúl alakú, vagy nyúl színű, de Mikulás, tehát hogy melyik? Vagy a Mikulás vagy nyulat hozott. Nyúlarcú Mikulás. Az hol? Na, azt el tudom hozni. De hogy már a jövő, mint a április már hirdetik, hogy vegyél Csoki Mikulást? Vagy ez még az ideje, ami megmaradt? Atyaisten, ez kemény. Hát vagy ez egy nyuszi, egy klasszikus csoki nyuszi, csak hát így fogalmazott a hallgatónk, hogy Csoki Mikulás nyúl. Igen. Tehát lehet, hogy egy nyuszi. Mondjuk nem biztos, hogy fogyasztanék belőle. Az valószínűleg az örökké valóságnak készült az biztos. A kis cucc. Az biztos, igen. Bali, tegnap bejött a teniszmeccs, már is tudná tippet adni? Köszi, 30 ezer forintot kerestem vele, írja egy hallgató. Nagyon jó. Tegnap nem is mondtam. Mind a kettőben, és mind a kettőben találtam. Nagyon jó. Mára? 30 rugger. Hallgatókat teszek gazdagá. Egyébként igen. Úgyhogy ebből én egy forintot nem keresek. Csinálni fogok egy ilyen irodát, ami arról szól, hogy fizess elő nálam, aha, és tippeket adok neked. Napi tippek Balázzsal.com. Havi 3000 forint az előfizetés, és adom a tenisztippeket. Nem más, nem, máshoz nem értek. Csak tenisz. A mi irodánkban csak teniszt bonyolítunk. Viszont havi 3-at simán visszahozol pillanatok alatt, ha megteszed ezeket a tippeket, és azt mondom neked mondjuk, hogy 60%-os esély. Tehát, hogy tudom neked garantálni azt, hogy körülbelül, mit tudom én, a másfél szeresét megkeresed egy hónapban. Nagyon jó, visz majd egy kis szobába, körülötted hatalmas projektorok futnak rajta. Igen. Ez éppen aktuális. Póker eredmények, tenisz eredmények. Minden póker, igen. Lóverseny, tudod? A cég neve Otibuki. Otibuki, tessék. Irgalmatlan kohiba szivarral a kezedbe. És azért a Ádám Örit megmondtam. És megmondtam a Wawrinka Ferrert is. És mind a kettő bejött. 30 ezer forintot keresett a hallgató, itt írja. 30 ezer forintot keresett. Mára valami, vagy ma nem játszanak? Az azt jelenti, hogy az elmúlt héten a 6 tippből 4-en bejött. Akkor így a 60%, igen. Ez jó. Tökéletes eredmény. Tehát azzal már elég sok pénzt lehet keresni. És a Nadal Murray az nem volt egyértelmű, tehát nem arról szólt, hogy a Murray az, mit tudom én, nem tudom, 6-szoros Otszaladál meg 1,1, hanem egészen jó otcai voltak mind a kettőnek. Tehát azon elég sok pénzt lehetett keresni. Nagyon jó. Már látom, hogy egy jelentet, hogy megcsöröd a telefon, felveszed, Otibuki, Matolcsi György. Szívesen adok oda is. Megmondom, hogy mi lesz a forinttal egy hónap. Egy hónap múlva erősödni fog a forint, vagy gyengül. Lenne egy kis befektetni valónk, és ott meg egy jó tipp. A mai nagyon egyszerű. A mai nagyon egyszerű tényleg. Azt mondja, hogy Federer van Nishikorival. Igen. Az egyértelmű. Az Roger behúzza. Hát nem, az Roger behúzza. És a Gyoko játszik a Berdichel. A Gyoko akkor is megveri a Berdichet, a bal keze játszik. Tehát, hogy az teljesen egyértelmű. És a csoport két továbbítója a Gyoko Federer. Igen, úgyhogy már ezek a tippek, tegyétek meg őket bátran. Nem tudom, mit fizet. Jól fizet? Igen, ott az van, hogyha a papírforma érvényesül mondjuk a Federer Nishikorinál, akkor 1-16, ugye, Rozsénak, és mondjuk őt Nishikorinak, aki mondjuk nekem a kedvencém közé tartozik. A másik pedig, ugye, a Gyoko. Azon kívül, hogy Japán miért szeretem? Másért nem. Ez annyira tudtam, azért szeretjük már Japán. Semmi, nem. Nem kötöm. Érzem, még nem kötődöm hozzá egyébként. Hát, ugye, Gyoko meg egy 0-7. Jó, hát azt mondom, hogy ha bal kézzel játszik, akkor is megveri a Berdichet. A másik ág az érdekesebb. Mondjuk ilyenkor érdemes kacérkodni a gondolatot, hogy mi van, hogyha mit tudom én, érted? Beáll a hát, azt feladja, vagy valami ilyesmi. Nem tudja, mert ha kikap, nem jut tovább. Ugye, hogy megverte Federert, most a Berdichtől is kikap, akkor ott véleményes a döntőbe jutása. Ja, nem, azt mondom, hogy ezért érdemes talán Berdichre tenni egy pár száz forintot. Hát, ha bejönne. Hát, igen, az nagyon. Egy jó Excelsior, hát. Na, úgyhogy ez lesz ma. Köszönjük a tippeket, mester.
Beírtuk. És aztán a négy legjobb. Na, ott már melegedik majd a Peter. Ők már keresztbe játszanak egymással. Tehát ott keresztbe kell verni. Most a csoport első játszik a másik csoport másodikával, a másik csoport első az azon csoport másodikával. Nem akarom már bonyolítani. És akkor a két győztes jut be tulajdonképpen a vasárnapi döntőbe. Na de hát az első játszik a másodikkal, hát az már ott eleve nem. Mert ez valaki második lett, akkor az első a Gyokó mondjuk. Azt így talált, ez a rendszer, igen. Jön nekik a jól megérdemelt pihenés a faltól falig jaktokon, ugye? Igen, a faltól falig jaktokon, igen. Írd föl, tehát most megmondom neked, hogy Federer, Murray, Nadal, Gyokó. Ez pénteken kért számon tőlem. Federer, Murray. Pénteken még nem fogod tudni, mert pénteken nem derül ki. Gyokó kivel? Nadal. Gyokó, Nadal, Federer, Murray. Ha jól számolok, akkor ennek így kell lennie. Jó. Jó? Na, azt mondja, hogy lerobbantam Ráckevei-sziget Újfalu között egy Omegával. Várom azt, aki hazavontat, Peti küldte nekünk. Peti írja, hogy milyen helyzet. Jó, küldünk arra autót, írd meg pontosan, hogy hol vagy, egy hallgatónk egészen biztos, hogy megáll és segít neked. Ráckevei-sziget Újfalu között egy Omegát, ha látok lerobbanni, a mi emberünk. Így van. Jó? A mi családunk, a mi emberünk. Így van, hogy napszemüveges pulihajú ember integet az út szélén, akkor gondolod, igen, ott van az Omega. Így van, akkor kóbor lerobbant, úgyhogy segítsetek neki, és haza. És vontassátok el. Igen, Ajkán már a polcokon vannak a csoki Mikulások. Hát a nyuszi Mikulások, bocsánat. A nyuszi Mikulások Ajkán már a polcokon vannak, így van. Mi ez a nyuszi Mikulás? Ilyen nincs. Hát a Mikulás az nem nyúl alakú. Hát de kirakják azt is, hát ha veszel egyiket, dönt, vagy össze akarod zavarni a saját gyereket. Igen, csak ez a fura elnevezés, hogy nyuszi Mikulás. De igen, nincs, hogy nyuszi Mikulás gyerekek. Hát most már vagy Mikulás valaki, vagy nyuszi. Vagy Jézuska. Ők hárman dolgoznak az évben egy napon. Nem sikerült túl jól az öntőforma, tudod? Nem, mert egyszerre kettőt megveszel, egyet odaadsz márciusban, áprilisban, egyet meg decemberben. Hát jó, de akkor leveszed róla a piros rucit? Hát figyelj, nem tudjuk, hogy ugye mindig sapkon rajta, nem látjuk, hogy a Mikulásnak mekkora fülei vannak. Lehet, hogy ez egy olyan Mikulás, amiről levetik a sapkát, és hát és erősen haja az a kollégára. Ezt én sem értem. Nyukulás. Ez a nyukulás. Azt mondja, hogy én is láttam nyuszi forma Mikulás ruhában. Tehát nyuszi formát, nyuszi formát Mikulás ruhában. Úgyhogy egy kis puttonya van a nyúlnak. Hát vagy tényleg az van, amit a Jani mondta, hogy egy öntőforma, az nyomják éjjel-nappal, igény szerint csomagoljuk. Figyeljetek, nem hiszitek el, most rákeresnem az interneten, és tényleg van olyan, hogy a nyuszik fel vannak öltöztetve Mikulás ruhában. Mondom. Ott van a kis fehér prémgallér, a kis piros kabát, és még sipkát is húznak a fejükre. Kis piros sipkát. Uti. Hát azért ez elég erős sztori. Tehát úgy tudod. Akkor következő mi lesz majd? Hát gyanítom, hogy itt nem arról van szó, hogy tojást hozott Jézuska. Itt megmaradt ez húsvétról. Aha. Új köntösbe öltöztetik és kidobják decemberre. Akkor az egy éves, kicsit, az közel egy éves csokoládé. Aha, mert hát vagy nagyon baja. Friss, vagy nagyon friss, Feri, ne felejtsd. vagy nagyon friss, igen. Még el se készült, de te már látod, igen. Tehát itt nem arról van szó, hogy megvan, mit csinálj, megmaradt, mint egy millió darab. Csomagoljuk át, gyerekek, Mikulásra. Csomagoljuk át, dobjunk rá Mikulás jelmezt, és adjuk el decemberben. Ez nem lehet? Lehet. Hát ez is egy jó formája, mert volt régen például olyan, hogy a megmaradt csokoládét összetörték, és zacskóba ki volt mérve. Az összetört csak az jó, az igen, tehát ezt bármire el lehet főzőskézni, meg mit a konyhába el lehet használni, de most így látszik, hogy ezt találták ki. És mi van ráírva? Nyúlkulás? Nyúlkulás. Ez nem jó, hogy négy. Nyúlkulás? Akkor inkább köszönöm, nem kérdezik. Nyúlkulás. Igen. Értem, ma inkább francia drazsé. Mennyire összezavarod vele a gyereket? Nem mondjuk 5 éves. Odaadsz neki egy Mikulás jelmezbe öltöztetett nyulat karácsonykor, illetve december 6-án, és a gyerek így néz rá, hogy na most mi van, most mit kaptam, most milyen ünnep van. A teljes összezavarás. Szerintem erről van itt szó. Megmaradt egy csomó, az jövőre már lejár, de most még nyúlkulásként ki lehet szórni. Nagyon jó. És fölöltöztetik őket, szexik is Mikulásoknak, és kiszórják őket. Nagyon jó. És mit lehetne még így egymásra kevergetni? Például a krampuszokat, meg az angyalkákat? Én azt azért megnézném. Az viszonylag közel van, az nagyjából egy ünnepkör. Igen. Tehát de december karácsony szinte, hát az pár nap válaszja el a két ünnepet. Hát csak színekben, forma világában az jó, nehéz átalakítani egy fekete vörös szarvas krampuszt egy aranyos fehér ruhás angyalkára. Mi volt előbb? Nézzük meg, hogy kinek a létjogosultsága, tessék. Ki volt elő, a krampusz vagy az angyal? Nem, a Mikulás vagy a nyúl? Mikulás vagy a nyúl? Hát a nyúl előbb volt. A nyúl előbb volt. Igen. A nyúl előbb volt? Előbb volt. Tehát a nyúl aranyidős. Aha, nem? Igen. Így van. Tehát jó, Mikulás bácsi meglátja, feláll a tiszteleg neki. A Mikulás sztori az mennyi volt? 100-150 éves körülbelül. Ugye? Kb.
Hát én... Tehát tudjuk, hogy mi a története. Igen. Nyúl előbb volt. Akkor még a nem volt semmi, de előbb volt. Tehát ebben a történetben a nyúl a rangidős. A törzsfejlődés miatt. Ugye, alapvetően. Igen, a törzsfejlődés miatt is, meg hát már régóta bogyózott a mezőn, amikor kanyarba se volt. Igen, a Bibliát, a történelmet, hát akkor a nyúl a rangidős. Ugye? Így van, tehát akkor a nevében ő neki kell elő lenni? Igen. Akkor marad a nyúlkulás. De a nyúlkulás. Akkor igen. Ez csak nyúlkulás van, lehet. Így van, ő a fater. Akkor Miklós ebrőzés, csak a muter lehet. Ő a fater. Szent Miklós kanyarban nem volt még akkor. Hát Szent Miklós akkor még sehol. Ez bőven nem volt még sehol. Mikor a nyurak már forogtak a nyárson. Egyébként is ez a piros, fekete-fehér Mikulás, hát ez is ez egy Coca-Cola által brandingel dolog. Ez ja, hogy a szín, persze. Ezt a színvilág. Igen, igen, azért igen, piros igen, nálad igen. Most a Mikulás, meg nálad, mert ezt a Coca-Cola kitalálta az 1930-as években, hogy így néz ki a Mikulás. Rohadtul nem így nézett ki régen a Mikulás. Nem. És ők felbrandingelték ezzel a színnel. Kicsit a piros az úgyis az övék volt, és azt mondták, hogy akkor csináljunk egy ilyen Mikulást is. Azóta ott van. Nézd. Hol? A nyúl, aki Mikulás is. Nagyon hát jó. Ez óriás. Zseniális. Óriás, picit összezavarja a gyereket. Nagyon összezavarja. De hát mindegy, ez van. Most... Igen. Na. Kicsit nyuszifül, kicsit Mikulás sapka ugyanaz. Tehát, hogy a Coca-Cola találta ezt ki, hogy így nézzen ki. Elvileg ez nem így nézett ki. Nem volt piros, nem volt nagy szakállal. Nem is volt képünk róla, nem tudtuk, hogy milyen a Mikulás. Hát nem tudják, hogy nézett ki pontosan, de nem így. Az eredeti. Aha. De nem így nézett ki. Kitaláltak egy kampányt, és azt mondta a Coca-Cola, hogy rendben, akkor a mi kampányunkba integráljuk a Mikulást, és azóta így van brandingelve. Bejött nekik, azt tegyük hozzá. Ahol ünnepelnek Mikulást, ott így néz ki. Így néz ki. Egy kampány része volt, mondom, a 30-as években. És a nyulat kibrandingelte. És a húsvéti nyulat kibrandingelte. Hát ezt kéne tudni, hogy kibrandingelte. De nézd, jól találták ki, mert egységesebb a Mikulás. Tehát most azt mondod a gyereknek, hogy Mikulás piros, nagyszakállú, fehér, ősz. A kóla meg rögök a markába, a gyerekek, az egész világot megetettük ezzel. Az egész világot megetettük. Mindenki benyalta, hogy így nézett ki. Abszolút nem így nézett ki. Nyúl meg ezerféle van. Fehér, barna, szürke, egyik füle lóg, másik egyenes, mind a kettő egyenes, stb. Érted? Az egyiknek sas van a hátán, a másiknak nincs. Abból millió fajta, millió. Tehát, hogy tényleg a nyúl ehhez képest rosszul van brandingelve. És akkor a nyúl vezet. Igen, igen. Szerintem egyébként kerestem Szent Miklósról néhány képet, találtam is egy-két ilyen, ilyen ortodox ikont, tehát hogy egy picit barátságosabban mostani, én azt érzem. Nem vagyok benne biztos, hogy az eredeti Szent Miklósról kaptál volna egy ilyen, hogy hívják ott, egy ilyen, Istenem, nem akarok. Abban tévedtünk, hogy kb. 200 éves, mert ő időszámításunkat, de 300 körül tevékenykedett. Szent Miklós, igen. De maga a Mikulás nem annyira. Tehát, hogy maga a Mikulás jelenség az nem. A Mikulás személy ez később alakult ki. Így van, időszámításunk előtt már 300-ban már, hogy hívják volt. Már térített. Nagy siker, nyilván. Szóval akkor? A nyúl a régebbi. Így van, a nyúl a régebbi. Tudjuk, a Mikulás viszont jobban brandingelt. Igen. Igen, kértek mangót? Nem, elég az nekünk, már az is öröm, ha te eszel. Zacskos? Szárított mangó. Nincs rajta cukor, nincs rajta kén-dioxid, semmi. Menő. Tudom. Tudom. Nagyon jó. És már nem lehet visszacsomagolni, úgyhogy értem, hogy miért. Hát ahogy én nyitom ki, tudod? Hát ahogy én nyitom ki, ott sehogy nem. Azt érzi az ember, hogy hívják, hogy most így a bitterminiani 70 nap hánykolódás után a tengeren partra vetődött valahol, és berohant az első üzletbe, és feltépt az első csomagot, ami a kezébe ügyesett. Ő mindent így csomagol ki. Élet-halál kérdés, hogy hozzájussak a magunk oldalomhoz. Nem, a zacskót a legnehezebb itt a tetején kinyitni. Egyszer hülyén van kitalálva. Tele van levegővel, aha, kicsit mindig megnyom, és a közepébe beleharapsz, és abban a pillanatban ott van a lyuk. Így nem próbáltad, hogy két ujjal megcsipkedett két oldalról, és itt széthúzod a tetejét tök simán. Mondjuk tudom, hogy tök unalmas. Tök unalmas. De, ugye? Százba száz ember így nyitja ki. Hát ez most... Igen, te legalább hadd legyél különleges. Jó, és jó a mangó? Finom, kérsz? Egyet van, mutass már. Nagyon már megint úgy kínálsz, mint múltkor. Amikor már elfogyott, emlékszel? Így zabált valamit hosszú órákon keresztül. Kérsz fel. Kérsz, hát mondom, hogy ilyen megkóstolom, hogy milyen. Az üres zacskót ide dobta. Köszönöm. Na, most pont el, rosszkó kérdeztem.
Ez magyar mangó? Az az, magyar mangó. Figyelj, ez persze, magyar a hortobágyi mangóföldekről. Hát igen, ez magyarul van. A végtelen, mangóföldekről. A hihetetlen durva hortobágyi mangóföldekről. Néha egy-egy gémeskút megtöri ezt az egy hangúságot, de egyébként végtelenek azok a mangóföldekről. Földi magyarót, dióféléket és szezámmagot is tartalmazhat. Igen, és fürgegyíkot. De lehet, hogy ide van írva. Ha hogy van egy mangóba szezám? Hát, tessék. Igen, mert úgy is nyílik. Igen, kicsit szezám tárulj. És akkor mi ott van a szezám benne? Fele se tudja. Na, van témánk, drága hallgatói. Ne gondoljátok azt, csak kicsit nekünk is össze kell rázódni, kicsit fel kell ébredni, kicsit így úgy elindítjuk a reggelt. Nem mindig szoktunk azonnal belevágni szigorú módon témákba. Így hát van. Kicsit még így nyalogatjuk egymást, szimatolgatjuk egymást. Megfogott minket egy picit ez a Slash koncert tegnap. Egy Balázs nem volt ott, minket meg az, hogy ott voltunk, és láttuk, hogy úristen, hogy is lehetne egyébként élni, ha tudnánk normálisan zenélni. Nem ide születtünk volna, és hogy ezzel hát, hogy még néhány összetevő kell hozzá, hogy ideig eljuss, de értem a vágyakozásodat. Így van, bizony. Na. Szóval, amivel mi készültünk, az egy nagyon helyes kis történet, mert hogy ne jegye meg senki, nem a sarkakatáikról akarunk beszélni. Csak az a velük kapcsolatos hír az remek téma indító. Ugyanis kiderült, hogy Kata valamikor lenyilatkozta egy pár nappal ezelőtt, hogy az ő gyermekük Dávidka, aki még egy nagyon helyes kis gyerek, aki még egy nagyon... De azt aki nagyon olyan, helyes. Azt hittem, hogy azt nem, most éppen nincs nagyon fog hasonlítani az édesapjára, de nem, azt mondom, hogy csak nagyon, tényleg cuki, néha látok ilyen családi fotókat róla, tehát mind a két gyerek nagyon, nagyon aranyos és nagyon helyes. És Kata lenyilatkozta, hogy miket terjeszt a gyermek róluk az óvodában. És hát akinek van gyereke, az járhatott már hasonló cipőben, amikor is a gyerek valami teljesen irális dolgot tesz össze úgy, hogy az otthoni félinformációból, elkapott szavakból az ő kis fejecskében összeáll valami álvalóság, és aztán bemegy az óvodába, és nagy szájjal, nagy mellénnyel elkezdi ezt hirdetni. Katáikról kiderült, hogy Dávidka először azzal szórakoztatta az ovistársait, hogy vége a világnak, az ő szülei elválnak, és vége van. Majd ezt azzal tetézte, hogy elhíresztelte, hogy az édesanyja terhes, és jön a következő gyermek, és neki tesója lesz, és hát mindenki ment és gratulálta Katának. Amikor megváltak, akkor meg nagyon sajnálta őket a többi anyuka, hogy hallottuk, és nagyon sajnáljuk, és hát ez nem egy könnyű időszak. A levegőbe csapta. Hát, ha. Már most figyelemfüggő a gyerek, mint az édesapja. Igen, de hogy ez egyébként helyes történet, mert azon gondolkoztam, hogy hasonló cipőben mindenki járhat, mint amit Kata egy labban lenyilatkozott, ahol én is olvastam, hogy a gyerek sokszor képes a szülőket akarva akaratlanul olyan kínos szituációba hozni, hogy nem is vagy erre felkészülve, és nem is tudod, hogy a gyerekben néha tényleg milyen álvalóságok jönnek létre úgy, hogy nem biztos, hogy annak sok köze van a valódi élethez, vagy a ti valóságotokhoz, csak ő összerak bizonyos dolgokat. Meg a kis vágyait néha előterjeszti, tehát nem muszáj neked bármit is tenni, vagy mondani azért, hogy a gyerek az mondja. Például Pannának volt hosszú időn keresztül a Somát el fogják adni apáék, és egy lányt hoznak helyette. Mert ezt ő elégedetlen volt a fiú gyerekkel, és hát a jogos igényét az óvodában terjesztette elő az óvónéninek, hogy de erről már kész terv volt, és nyilván röhögtek, mert tudták, hogy nem így megy a dolog, bármi is gondolkodtak egy kicsit, hogy hát ha tudunk egy más minőségű gyereket beszerezni, de Isten menj, most már jó van ez így. És ő mondta, hogy szerinte apáik azon gondolkodnak, hogy akkor a Somit azt valahova leadják, és onnan hoznak egy lányt. Mert neki az kéne. Mert és ezt így nagyon-nagyon nyom, tehát nyilván az óvónők röhögtek rajta, de azért megkérdezték, hogy tervezünk-e valamit Somával. Mondtam, hogy egyelőre nem, egyelőre megtartjuk. Egyelőre nincs tervevőve, igen. Helyesek a gyerekek, mert tényleg mindig olyan dolgokat raknak össze, vagy sokszor olyan dolgokat raknak össze, aminek tényleg semmi köze a valósághoz. Nálunk a Benny a pont az ellenkezője. Mert ő még aznap sem mondta el, hogy megszületett egy tesója, amikor már megszületett. Tehát ő a legnagyobb titokminiszter volt. Tehát ő 9 hónapon keresztül nem volt hajlandó beszélni a tesójáról. Semmit, senkinek. Ha kérdezték, nagy szemekkel nézett, és... Ártatlanul gondol? Egyszerűen olyan tagadáson ment át, hogy nincs. És ő nem tud semmiről. Nincs, és semmi. És hogy ő van itt, és hogy vele kell foglalkozni, és neki nincs tesója. Most olvassuk, hogy most érettségizik. Nekem nincs. és amikor megtudta, hogy megszületett, még aznap se. Mikor már mentek oda és kérdezték, hogy
anya jól van ebben, és nem nyilatkozhatok. Abszolút nem nyilatkozhatok. Ha valami érdekel dologban, akkor őt kérdezzék, ő nagyon szívesen mesél magáról, mindenkinek megmutatta az új autóját, ha kérdezték a tesójáról. Hogy van a Noel? Kérem, engem ne kérdezzenek, kérdezzék édesapámat, ne fotózzanak, mert perelek. Ki az a Noel? Konkrétan szerintem azt gondolták, hogy mi egy kettő darab címlapért kitaláltuk azt, hogy a Viki terhes és gyerekünk születik, és már nem tudtunk mit kitalálni, mert a gyerek olyan szintű tagadásban volt az óvodában, hogy az óvónők nem értették ezt a helyzetet. Hogy... És ugye a Magyar Vöröskereszttől kölcsönkérte, hogy hívják ilyen műbabával. Aztán kiderült, hogy nagyon büszke rá, meg nagyon szereti, meg imádja, de hogy neki kellett idő nyilván, amíg ezt a helyzetet megszokja, hogy ugye most már nem csak ő van, és róla kérdeznek, hanem most már van egy tesó, akiről ugye hát szintén beszélni kell, szintén kérdezik. És ő úgy döntött, hogy egy teljes tagadásba megy át. Nincs tesó, nincs sem, nem született meg, semmi nem történt, nincs, nem tud semmit. Ő is nézett rá nagy szemekkel, mikor valaki megkérdezte, hogy mi van a kis Noellal, és hogy van, és úgy csinált, mint aki semmit nem tud. Na, biztos hallgatóinknak is van ilyen, akik óvodába, iskolába hordják a gyermeküket, hogy valamit terjesztett róluk a gyermek, és az óvónőtől, más szülőktől, vagy a többi gyerektől hallották azt, hogy a gyermek az miket terjeszt. Aminek lehet, hogy volt valami minimális valóság alapja, mondjuk az, hogy rossz a kapcsolata a két szülőnek, és az odáig jutott, hogy apa elköltözött, anya elköltözött, vagy éppen válnak, akár. Biztos, hogy nagyon sok mindenkivel ezért hasonló helyzet megtörténik, főleg ahol gyerek van. 1981 egy Vajda Judit nevezetű nőről mesélek most, akit csak Béka néven ismer a hallgatóság, életem párja. 1981, mamát behívták az óvodába. Ma? Nem, ez akkor volt. Ja, akkor volt. Behívták az ő édesanyját, anyukát, drágát, és kérdezték, hogy hát a Juditka azzal szerepel, hogy a nagypapa tüzes vizet gyárt otthon. Ez 1981. Hm. Tehát akkor azért nem volt divat pálinkát főzni, és hát a Judit elmesélte, hogy a nagyapa a saját tüzes vizét szokta megcsinálni, és hát igazán jó bulik vannak belőle, és hát fia azt a magyarázkodást, 81-ben nem lehetett pálinkát főzni, az öreg épített magának egy jó lepárló berendezést, érted, és otthon ment a dolog, és a Júci meg elmesélte bent, hogy nagyon jó bulik szoktak lenni, és akkor az én anyusom bement, és kezelte egy kettő decis kiszereléssel, hogy nagyon kevés van belőle. Orvosolta a problémát. Igen, nagyon kevés van belőle, de azért ő szeretne ebből adni egy keveset. Igen, a gyerekek ilyenek. Teljesen másfajta valóság van sokszor a fejükben. Ez mondjuk kapcsolódott az igazi valósághoz. Igen. Ő csak elmondta, amit otthon lát. Ennek volt valóság alapja. Igen, de azok ott, hogy a nagyapa mondta, hogy ez tüzes víz, vagy ezt már... Tüzes víz az nagyon sok indiáregényt olvasott, sok Karl Mayt olvasott. Igen, a gyerekek, vagy ez van, hogy vagy nagyon őszinték, vagy tényleg elkezdenek fantáziálni. Nálunk egy ilyen kis családi legenda volt, nem is annyira legenda, mert megtörtént az eset, hogy átjöttek apám kollégái, és apámat keresték, és én mentem ki, és kérdezték, hol van a fater. A papa most elment a teherautóval, de azt mondta, hogy ezt nem mondjuk meg senkinek. Igen, apa egy picit elindult valamerre egy kis fusira, és jöttek a kollégák is, keresték, hogy hol van János, és akkor nekem, de lelkünkre kötött, hogy senkinek egy szót sem. Én jeleztem, hogy senkinek nem szabad elmondani. Hát csak arra lennék kíváncsi, hogy az óvónők mennyi mindent szednek ki a gyerekből. Tehát egy-két kíváncsi, felborult libás kosárszerű óvónő, aki tényleg a legnagyobb pletykafészek, azért ott van egy-két szülő, akiről kevesebbet tud, ott szerintem komoly fogadás meg. Még egy piskóta kocka, egy kis csoki öntett el, Benny. Némi információról, hogy mit csinál apa a hétvégén, félmeztel, alulról félmeztel ő reggel lesz a neve, igen, vagy mi lesz a neve a kis testvérednek? Milyen kis testvérednek? Még egy kis csoki öntötted? Nem, ők nem ilyenek, csak kíváncsi lennék, hogy egy-két óvodában miket szednek ki a sokat beszélő gyerekekről. Gyerekek, te Júli, te ritkán vagy itt ilyenkor, de ha itt vagy, megszólítunk. Hello! Hello, jó reggelt! Helyettesíted Annát. Igen, most Anna... Mit csinál az Anna? Nem kérdeztük. A gyerekével van, mert a férje most nem tud lenni. Nyílt napon van. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni a témához, hogy Milán még óvodás volt, amikor az óvónéni, hát kicsit gondteltehet arccal behívott engem, de egyébként egy zseniális jófej óvónénie volt, és akkor mondta, hogy az volt a feladat, hogy lerajzolják egy jellemző napukat. Oh. És a Milán egy asztalt rajzolt, ami tele volt boros üvegekkel. Júj, de jó! Azt kell tudni, hogy előző nap volt nálunk egy óriási születésnapi buli, és rengeteg ember volt, és tényleg rengeteg bor fogyott, de hát nem ez a jellemző nálunk, tehát nálunk nem szokott így alkohol elő lenni. De akkor így az óvónéni megkérdezte, hogy anyuka, tehát, hogy minden rendben van otthon. Mondtam, hogy abszolút minden rendben van, és higgyel, hogy ez nem az általános, a gyerek nem azt látja, hogy otthon tele van az asztal boros üvegekkel. És ki a bácsi az asztal alatt? Igen. Elég nehezen tudtuk lemosni magunkról azt, hogy a család 0-24-ben
de jó pufa volt egyébként. De jó, hogy nem azt rajzolt el, hogy fekszel messzelni egy asztalon, és igen, rajta, különböző lazacok vannak a hasadon. Anyuka, nem értjük a képet. Igen. Egy messzelen nő van a rajzon, egy fura tárgyak vannak rajta, és nagyon az ajtó felé nézeget. Igen, és nem mozdul, és nagyon fázik. Így van, és egy ilyen szakácsapkás férfi nagyon mosolygó arccal falatozik. Igen, vagy ül a tévé előtt. Ja, igen, háttal. Na jó van, köszi Júli. Jó van, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy rólatok mit terjesztett már a gyermek óvodában, iskolában. Ha vannak olyan szülők, akik emlékeznek arra, hogy ők gyerekként mit terjesztettek saját szüleikről, azt is nyugodtan megírhatjátok, hogy gyermekként hogy kevertétek a kártyákat. Tehát mit hallottatok már a gyermeketekről, óvónőktől, pedagógusoktól, amit rólatok mondott, és nyilván nem volt igaz. Írjátok meg nekünk, jó? Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van. Kitartás már csak egy nap. Így van, is. És itt már van csak a hideg, a hó, az eső, a jég. És egy hónap múlva ilyenkor. Csak a hegyekben. Ja, igaz. Egy hónap múlva ilyenkor még van a hajam? Egy hónap múlva nincs. Ilyenkor... Hanyadika van maga? De 19. Az szombat. Akkor mikor még zárjátok ezt a fergeteget a élőben? A talentet? Aha. Szerintem 19-én szombaton van az utolsó adás. Tehát 21-én... Menj már be, izé, kopírnyón egy picit a műsorban. 21-én birkanyírás. Hogy tudod, hogy imádná az összes néző? Itt pénteken lenyírjuk 18-án, itt 19-én adás. Tegyem tönkre a döntőt ezzel, de nem hogy kopper vagyok. Fél, nem lenne de, rossz. De az vizuális élmény mindenféleképpen. Picit elvinnéd a sót, ellopnád a nyertes elől. Álcázd valamivel, egy ilyen panda sapkával. Igen, és nem csak most, én ránéztem a naptár, és kicsit szorulni kezdett a gyomrom, hogy egy hónap múlva ilyenkor már nem lesz semmi. Élezheted a borotvát, vagy nem tudom, a hajvágót, vagy bármi. Szerintem bármi menj, be, az... menj be. Menj be? Szíves, egyszer én is oda jutok. Remélem. Szerintem óriási lenne. Hát, nem tudom. Na. Meglátjuk, mi messze van, mi kitaláljuk addig. Kitaláljuk. Le nem ért nézni a műsort. Rohagy meg. 1.600.000 ember nevébe kérem ezt ki magam. Aha. Így van. 1.600.000 ember nem téved. Itt van velünk Dóri, mert egy érdekes témával foglalkozunk, méghozzá azzal, hogy mit terjesztettek már a gyerekek rólunk, mert hogy óvodában, iskolában a gyermekek a félre értelmezik a valóságot, vagy csak a valóság egy bizonyos szeletét ragadják ki az ők is tudatukban, akkor egészen fura módon áll össze az igazság az ő fejükben, és bizony sokszor az is megesik, hogy egészen más terjesztenek a szülőkről az óvisok, iskolások, mint ami valójában történik. Van egy óvórénink, halló, jó reggelt! Hello, Dóri! Sziasztok, jó reggel. Hello! Na, hát gondolom, ti is sok ilyet hallotok. Hát rengeteget, úgyhogy néha nagyon kikerekedik a szemünk, hogy miket hallunk a szülőkről, és néha elég ciki a szemükben nézni utána. Na, de ti honnan tudjátok, hogy mikor mond igazat, mikor nem? Látszik a gyereken, elárulja magát a mozdulatai, ahogy elmeséli, nem mer rádézni közben, úgyhogy ezért meg lehet különböztetni, hogy mi az igaz, és mi az, amit kicsit kitalálta. Azért az kemény lehet délután úgy szembenézni a szülővel, hogy tudjátok, hogy valójában lehet a gyerek most igazat mondott. Hát figyelj, nekem a legkellemetlenebb az volt, na, hogy 10 órai közben egy sajtos tanglit kaptak a gyerekek. És az egyik kisfiú csak nézte, gondolkozott, megkérdeztem, hogy miért nem eszel, és nagy hallgatás után rám nézett, azt mondta, hogy Dóri néni, én nem értem, hogy apukámnak miért ilyen nagy a kukija, és nekem miért ilyen hogy az, hogy miért olyan nagy, mint a kifli, ami ott van előtte? Igen. És wow. Azért így egy jóképű apukának elég ciki a szemébe nézni. És délután jött apuka, te meg ott álltál vörös fejjel, és nem bírtad levenni a szemedet róla, hogy atyám, kicsit remegő kézzel elővetted a stanglit. Igen, és akkor ugye elgondolkoztam rajta, hogy ha tudnád, hogy én mit tudok. De jó fej vagy. És apuka ráadásul tényleg jóképű is? Igen, meg akkor tudod így megkérdezni, hogy minden rendben volt-e, nem volt-e valami gond. Igen, megette a gyerek a 10 órait? Egy ideig hezitált. Igen, mi volt 10 órája? Evett egy picit hezitált az elején a sós kiflinél, utána azonban legyűrte. Otthon mindig olyan sokáig nézegeti, olyan nehéz belediktálni, itt nem volt gond. Jaj, de szép. Elballagott már a gyermek, vagy még óvis egyébként? Nem, már tavaly elballagott szerencsére. Tavalyában volt olyan is, amit meg kellett kérdezned a szülőtől?
Van, amire rákérdezünk, igen, mert hogyha nyilván, ha olyan kellemetlen hatásai vannak a gyerekre, vagy már mondja a többieknek is, akkor azért mielőtt finoman leállítjuk a kisgyereket, megkérdezzük, hogy ennek mi a valóság alapja. Aha, tehát ha olyat kezd el mondani, ami mondjuk komoly lehet. Igen. Azon gondolkozom, és hány apuka ül a kocsiban, és gondolkozik, hogy Dóri, Dóri, óvónő, az én gyerekem is tavaly ballagott, hát nem sós kifli, csak... Ugye? Igen, a kis apró sütelék. Csak egy kis diós kifli, de hát lehet. Hány apuka bízik most abban? Biztos, én vagyok. Biztos, én vagyok. Én miért nem eszi meg a gyerek a bur kiflit soha? Dóri, köszi, hogy elmondtad, puszi. Nincs, ciao, hello. Hello, hello. Azért ez jó vagy. Nem érted a gyerek, miért nézi a kiflit riadtart? Na, azt mondja, hogy óvónő így várta a férjemet, apuka, Samu mondja, hogy kis testvére lesz, férjem válasza, hát ha ez így is van, nem öntől szeretném megtudni. Kaptuk SMS-ben. Kisebbik lányom harmadikos volt, és imádott barbizni, karácsonyra több babát, babaruhát, barbi autót, bababútort kapott, de ezt már szégyelte az osztálytársai előtt. Karácsonyi szünet után mindenkit megkérdezett a tanárnéni, hogy mit kapott karácsonyra, ő azt mondta, semmit nem kapott. Két hét múlva felajánlották az iskolában egy takarítónői állást. Gabi írta neki. De mennyire érzékeny a szociális. Elmondta a gyermek, hogy szűkös volt a karácsony, hogy tessék jönni. Takarítani. Igen, hoztatunk, szoroztunk, és egy állást ki tudnánk valahogy passzírozni magul egy takarítani. Mit szólóz? A nagyobbik fiam elterjesztette az oviban, hogy MMA harcos vagyok. Átlagos testalkat vagyok, néha fotizom, nem gyúlok. Egyik reggel a csoportársai azzal fogadtak, hogy mutassak már valamit. De mutass valamit. Na, na. Tessék már mutatni valamit! Most ide elteszel tudni dobni, vagy egy dupla lesz. Ott van a Gabika, tessék már belehajítani a napba. Ez imádom, hogy a gyerekek ilyeneket terjesztenek, ez nagyon jó. Fia második osztályban közölte, hogy börtönben vagyok. Persze sosem ültem, de ha ezt mondta, üzenem, ha valaki bántja, hamar szabadulok. Igen, valóságá válhat. Építkeztünk, a pinceszínbe feltört a talaj, vízkínunkba, azzal viccelődtünk, legalább a medencénk már kész van. Pár nap múlva az óvónéni úgy fogadott, hogy milyen jól megy nekünk. Mi az, hogy már medencénk van, de tető még nincs a házunkon. Nagy Anderson volt a fiam. Azt mondja, hogy apám egy kocsmában dolgozott, mikor ovis voltam, és mikor megkérdezték tőlem, mivel foglalkozik, közöltem, hogy kocsmázik. Kérdőre is vonták később, mikor jött értem. A húgom azt mondta az óvónőnek, hogy az apukánk a fővárosi nagycirkuszban főbohóc. Olyan élethűen mondta, hogy az anyukámtól ingyen jegyet kértek. Ah, de szép, igen. Azt mondja, hogy Fater kicsit idegbeteg volt régebben, és egyszer egy ilyen állapotában letört a fürdőszobában a csapot. Én meg mindenkinek azt mondtam hetekig, hogy az én apukám mennyire erős. Azt mondja, hogy 30 évvel ezelőtt a húgom alakított egy óvónői családlátogatáskor, a beszélgetés közben lelkesen közbevetette. Anya, ígyunk olyan tojáslikört! Küldte felsőnyékről. Tényleg voltak ezek a klasszikus családlátogatások, emlékeztek? Kijöttek hozzá, nagy takarítás, ott ültél vigyázva, nem szólhattál meg, mint a család. Emlékeztek? Takarítani kellett. Kávécska, mindenki nagyon be volt feszülve, senki nem értette, hogy ez mire jó valójában, és jöttek téged meglátogatni. Nálunk az óviba is volt. Volt, nálunk virág, és két az óvónénék, és azzal indított a virág, igen, igen. Azzal indított, hogy egy falkockával az egyik óvónénit fejbe dobta, és elkezdett félrezni a homlokkal. Így indítottuk. Hát eljöttek és megnézték, hogy élünk és hogy milyen a kislány, mert hogy ők azért kíváncsiak minden egyes. És ezután kérdezed, hogy tetszik-e inni valamit? Vagy... Oda ment a világ, nézte, pif, lenyomott neki egyet dobókockával, és már vérzett a homlokkal. És így. Jó. Valaki esetleg még apró süteményt isznak, esznek még. Az óvónéni a bölcsében azzal fogadott természetesen hangosan 4-5 anyuka előtt, hogy a fiam azt mondta neki, hogy neki is olyan nagy kukija lesz, mint apának, hasonlít az előző történethez. Ezután mindig akkor mentem bölcsike, amikor mentem bölcsike, az anyukák kaján mosolyal messziről köszönte. Azért az menő. Szólok én is a Benének. Aha, mondja, hogy Hát csak nézzük meg az anyukákat holnap az oviba. Ha sokszor megyek érte. Vagy ha nem, akkor szóba hozzuk. Jó. Ma együtt fürdöm vele, és játszom cápásat, hogy meggyőzzem. Aha, igen. Nézd, csak nem is cápa, pálmafakra, ez mekkora. Ne ijedj meg, Benni, de meséld el mindenkinek. És a tektonikus mozgás, hogy hatalmas vulkánt hoztak elő a föld, miért? Igen, zavarban voltam, hátralévő 7 hónapban írja nekünk egy hallgató.
Azt mondja, hogy engem az iskola pszichológus hívott be, a gyerek azt mesélte, hogy apa késsel akarta megölni anyát, pedig csak főzés közben gesztikulálta késsel, én meg viccből rászoltam, hogy tedd már le, meg akarsz ölni? Klasszikus történet, mire a gyerek bemegy holnap, addigra már így meséli el, hogy az egyik szülő meg akarja ölni a másikat, igen. Azt mondja, hogy amikor a kisfiam bekerült az óviba, akkor megérkezi... Ajajaj, várjatok, elugrott. Azt mondja, hogy kisfiam, amikor bekerült az óviba, akkor megérkezés után mesztelenre vetkőzött mindig. Az óvónéni rákérdezett nála, hogy miért. A gyerek válasza, apa is mindig így csinál otthon. Orsi küldte nekünk. És egy utolsó, pár éve betegen feküdtem otthon egy hetet, a gyerek azt mondta, hogy azért nem csinált házit, mert anya haldoklik. Jó. Apával nagyon megértőek voltak a tanárnénik, mikor ment a gyerek. Kézzel bemész, és valaki a válladra teszi a kezét, és mélyen a szemedben, és azt mondja, részvét. Nagyon sajnálom, kitartást. Ezekre a nehéz pillanatokra, te meg ott állsz, és fogalmad nincs, hogy mi történik. Na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon, nagyon helyesek jöttek. Játszunk, itt van a játékosunk, a Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, rádió! Jaj, sziasztok! Szia! Hello! Anikó, a rádiót! Nyomad a kapcsolatot! Hello, Anikó! Mi történik ott nálatok? Mesélj! Jaj, szaladtam rá, nem lehetre szólni anyának, hogy a rádiót kapcsolja, mert most szalad apához. Apa, rádió! Apa! Rádió! Szomszéd némi! Rádió! Kiskakas fuldoklik, megy a vízhez, igen. A vízzel, ja, a tejhez, a tenyérhez, a nem tudom hova. Adok cseresznyét, de akkor hozzá vizet, a vízet, itt a szénához, a tüzet, és mindenki. Sikerült lekapcsolni? Minden. Jó van. Na mindenki tudja az utcában? Igen. Mindegy, ezek a szomszédba csókolom. Halusi vagyok. Te most hol vagy, Anikó? Imádlak. Én most Aranylány pusztán vagyok, Debrecen mellett 20 kilométer. De kint az utcán? Hát most így az utcán is, meg az udvaron is. De az utcán is az udvaron. És már többen hallják, hogy bent vagy nálunk adásban, és integetnek, hogy hajrá? Igen, szerintem telefonáltak a rokonoknak is, nem tudom. Telefonáltak a rokonok, hogy hallanak? Igen. Múltkor egy, hát nem tudom, mikor játszottam veletek, és azóta egy bácsi az utcában mindig megdicsi, hogy milyen ügyes volt, amit szerintem most is hallgatja. Csókolom, Pista bácsi! Ne, komplet ez jelenleg. Óriási, óriási vagy. Ja. És hol lakik, Pista bácsi, merre lakik? Hány méterre tőled? Ott a közelben valahol? Hát így három házra. Hát csókoltatjuk Pista bácsit. Na, nagyon jó. Jó reggelt! Most ezt kinek mondtad? Pista bácsi. Pista bácsira? Vagy valaki elment ott most előtte? De most ott van Pista bácsi? Pista bácsi, most nincs itt, most hallgatasz ezzel, de lefogsz egy kicsit, hogy bemondtam a nevét, de úgy tud, hogy senki a Pista bácsi. Hát így azért nehéz beazonosítani. Igen. Milyen Pista? Nehogy bemondja, hogy ne. És így egy ilyen helyi nevezetesség lettél Nyíradonyban és környékén? Honnan tudod, hogy Nyíradonyhoz tartozik Aradvány puszta? Mert az édesapám család Nyíradonyi. Az igen. Egy jó emberrel beszélgetek akkor. Ne, három jó emberrel. Jó, de mi nem vagyunk Nyíradonyi, azok nem. Akkor lehetünk? Aha, akkor na nem. Játszunk egy picit, jó? Figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Hát a kis luk. Így van, megjött. Megjött. Elvetik a fénykardját. Igen. Na, mutatjuk, könnyű lesz, jó? Figyelj! Na, minek a zenéje ez? Na, már szóba is került ma egyébként. Pár a cápa! Ez kis bizony! Apukám, tapsol, anyukám is! És vajon mit csinál Pista bácsi? Pista bácsi örül magának, szerintem. És tudta. Nem szaladt ki még az udvarra? Nem lőtt a levegőbe? Nem kiabáltál semmi? Nincs még nyoma? Nem, de majd várom. Megfejtette a Óvember út. Ez az ajány. Anikó, tök ügyes vagy. Van egy ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Puszilunk. És csókoltatunk mindenkit ott a környéken. Hallom, hogy sokan vagytok. Anyát, apát. Pista bácsi. Mindenki. Köszönöm szépen. Nagymamát káromkodik még? Ja, emlékeztek. Hát most szerintem elrekelt fel, szóval ideges lesz. Arról, te vagy az a játékos, akit a Feri említ, aki a nagyszobában ült a nagymama és káromkodott?
Igen, én vagyok. Atya Isten, most ugrott be akkor. Egy jó fél évvel ezelőtt, vagy 3-4 évvel ezelőtt beszéltünk. Emlékszem, a hallgatók is nagyon szerették, és ült a nagymama, és rá kellett szólni, hogy ne káromkodjon, ugye? Pontosan, vagy igen. A karosszébe, hintaszében üldökölt, és folyamatosan káromkodott. Igen, 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 igen. És a Mónika Sót szerettem, nem a Balást. Ja, hogy azért. A Mónika Sót nézett a Nagyi, tényleg? Hogy juthattál? Igen, és téged nem szeretett. Nem szeretett? Édesem. De mit mondott, miért nem szereti? Azt mondja, hogy olyan túl szép fiú. Azt hittem valami durvább mondott. Azt hittem valami durvább jött. Á, nem, neki az ilyen betyárok jönnek be, azt mondta, nem tudom, mire gondolt. A betyárok. A Berki Krisztián. De hogy van a Nagyi, jól van? Jó, jól van. Épp szerintem, hogy várja az újságot. Várja az újságot. Hát én imádom ezeket a helyen, hogy ezeket a pillanatképeket. Várja az újságot. Várja az újságot. Anya most mondja, hogy viszi neki a kávét, különben egész nap idegbeteg lesz, mint mama. Mama, ha nem kap reggel kávét, idegbeteg. Hát meg úgy tisztel a ponton. Aha, na jól van. Oké, most beugrott, tényleg beszéltünk kb. Fél évvel ezelőtt. Jó van, csókoltatjuk az egész családot, puszi. Beszélünk még szerintem valamikor, jó? Oké, és köszönöm, sziasztok! Szia, ciao! Hello! Brutál baleset van az M0-áson, az 51-es kihajtónál Nyíregyháza felé, úgyhogy vigyázzon mindenki! 4 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után! Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni! Hangerőt feltekerni! Elindul a show, amelyre az ország ébred! Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani! Itt vagyunk, 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri, hello Jani, ciao! Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. És folytatjuk. Szerettük az SMS-eket, nagyon-nagyon jókat írtatok, hogy kinek mit mondott már a gyermek az óvodában. És hát a játékosunk, Anikó, hát őt fél évente ráakadunk, szenzációs. Tehát ő tényleg olyan, mint egyfajta szeszélyes évszakok, nem? Vagy egy kis, de van történet. Egy kis Markos Nádas, nem? Nagy a Pista bácsi szomszédból. Igen, hangulatképek, pillanatképek, érzelmek, érzetek, minden. Minden, ami belelátunk egy másik családnak az életébe, egy pillanatot megismerjük mamát, papát, nagymamát, aki várja az újságot és a kávét, és amíg nem kapja meg a kávét, akkor eddig egy picit ideges, és ez naponta mondjuk 10-szer előfordul, és tök így elképzeli az ember az egész családot, és úgy ott van magad előtt, vagy ott látod szinte őket, ahogy élnek. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ők az ismeretlen ismerősök kategória. Igen, te szerettük. Az Anna most nyilatkozott a Kossuth Rádiónak az antibiotikumról, áruló, írja valaki. Hát ott valami nagy elhallás van. Anna? Aha. Anna, mint szakértő? Anna, mint szakértő az antibiotikumról most nyilatkozott állítólag a Kossuth Rádiónak. Egészen biztos forrás volt, tudjuk, hogy nem nyilatkozott a Kossuth Rádiónak. Pláne nem az antibiotikumról. Vagy valamit nagyon jól titkolt előlünk az elmúlt 8 vagy 10 évben. Ugye az volt a fedő sztori, hogy otthon kell maradni a Karinával, mert Péternek vidékre kellett menni. Közben lehet, hogy a Kossuth Rádiónak. És lehet, hogy ő már a Kossuthon. Lehet, hogy már a Kossuthra, ott oda is játszik egy kicsit. Két vasat tart a tűzbe. A kutya fejet. M0-ás áll az M5-ös előtt, az M3-as irányában baleset miatt Bonobó küldte nekünk. Szokásos trafi az Ajtósi Dürer soron a Stefániánál. Ezt Eperszem küldte, köszönjük. Nem tudja valaki, miért van beállva a Csepeli rész a szabadkikötő útnál. Réka küldte nekünk. Hát azt nem tudom. Viszont az biztos, hogy az M5-ös lehajtójánál az M0-áson van egy baleset, teljes útzár mentőhelikopter, bacsi küldte, nem tudom, hogy a kettő összefügg-e. Azt mondja, hogy a 30-es kilométernél van egészen pontosan a baleset, az M5-ös felé a nulláson, és már 5 kilométeres a torlódás. Úgyhogy ott nagyon nagy baleset van, próbáljátok kerülni. Még egyszer mondom, M0-ás, M5 felé a 30-as kilométernél teljes útzár van a nulláson, és sokan elküldtétek. Köszönjük szépen. Nagyon nagy baleset van. Árpád előtt a városban vezető oldalon 4-es koccanás van, ez a Váci úton van, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. Gyufa küldte nekünk. És azt írja nekünk Zé, hogy a régi M0-as szakaszon lehet kerülni. A régi M0-ason. Aha, tehát ez lehet, hogy azután van, miután elmegy, jó, ketté válik a régi nullás, új nullás, ott van egy nagy jobb kanyar, és akkor még ha a régi nulláson mész tovább egyenesen, akkor azt ki tudod kerülni. Ózd belterületén a 26-os főúton szintén van egy trafi, Nagyárpi. Nagyárpi küldte nekünk, nagyon szépen köszönjük. Csepel beállt, mint a gerej, nagyon durván. M7-e 133-os kilométernél felállították a háromlábút mindkét irányban, figyeljetek, Sóska üzeni, és a béke, valamint a fáj és sarkán van egy baleset, alakul a dugó. Hát igen, szóval mindenki érzi ezt a hideg frontot, ami jön, mert ennyi baleset nagyon-nagyon ritkán van.
állítólag sarkvidéki hideg tör be hozzánk. Igen, hát amit Jani mondott, ezt a 12 esést, azért az erős. Megérzed. Az tuti szerintem. Azért az erős. Az erős, de ez a november dolga, és ez a december hónap dolga, ezek a 16 fokok karácsonykor, én ezt tövegkor adom. Jaj, de tavaly az a... szörnyű volt. De mindig ez van. Az egy ilyen korha őszi időjárás volt. Mindig ez van. Borzalmas volt. Egyszerűen nem tudtál, nem tudtál a karácsonynak a nem is tudom, hogy a hangulatába kerülni, mert azt most kimentél az utcára, és így ilyen szutyogos, meleg, és ízattál, és ilyen fú, szörnyű volt. De szerintem egyébként a nap igazi kérdés, az igazi problémája az nem ez, hanem az, hogy tőlünk férfiaktól, akiktől egész évben várják, hogy figyelmesek legyünk, jófejek legyünk, hogy dédelgessük a nőket, hogy a tenyerünkön hordjuk őket, hogy megajándékozzuk őket, hogy tényleg, amikor van egy napunk az évben, a férfiak világnapja, akkor azt miért egy napra rakják a klotyók világnapjával? Tehát, hogy ezt mondjátok. A férfiak világnapja, ez a férfi világnapján van? Nem, nemzetközi férfi nap van. Igen, tehát ez olyan, mint a nemzetközi nőnap, amikor kicsit minden nő rondán néz rád, ha nem veszel neki virágot. Ugye, vagy hát legalábbis megjegyzi. Hát nem tudom, én nem látom sorba állni itt az ajtónk előtt a női kollégákat egyébként. És ráadásul mondom, együtt ünneplünk a klotyókkal. És ráadásul beraktak minket a nemzetközi budi nap mellé. Hey, igen. Hát ezt gondolják rólunk, hogy ennyit érünk. Köszönjük szépen, lemagytunk. Úgyis miattatok koszos a budi mindig, mert ti nem ültök rá, nem körbepisítitek. Akkor legyen együtt a nemzetközi budi nap, a nemzetközi férfi nap. Ti kaptatok már valamit? Semmit az égvilágon. Semmit. Semmit? Semmit. Nemzetközi férfi nap. Hát valami. Ezért érted. Hát ugyanolyan, mint a nemzetközi nőnap. Pontosan. Hát valamit megérdemlünk. Nem? Egy tiszta klotyót. Legalább. Hát azt megcsináljuk magunknak. Igen. Na mindegy. Minek örülnétek? Férfi napra. Ha egy dolgot most úgy, ami olyan eszetekbe jut, amit úgy kérhetnétek, mi lenne az? Ebben a pillanatban azt mondja, jó, hogy... a második gondolat, mert tudom, mi az első. Oké, akkor ugorjunk hatot, és mi a hetedik? Az első már rajta vagyok. Igen, a másodikat intézed, a harmadik az este kialakulóban van. Oké, értem, mi a hetedik, amiről lehet beszélni? Tessék. Semmi ötlet? Hát ha ilyen fantáziátlanok vagyunk, akkor ne várjunk sok dolgot. Meg, legyen. Hát most a nőknek viszel virágot, akkor nekünk mi egy üveg valami? A virág de gunalmas. Az. Nekem nagyon nagy szerencsém van ebből a szempontból, hogy Muni hihetetlenül jó meglepetéseket szokott kitalálni. Tehát, hogy ő az ilyen kis apró pici elhallott, ellesett, megjegyzett ilyen kis félinformációkból nagyon jól össze tudja rakni azt, hogy mire van szükségem, vagy hogy mi kellene. Hát ez karácsonyra adja azért egy férfi napra, nem a célt, mint hogy nőnapra. Miért te nőnapra mit adsz? Csokit vagy virágot? Magaman. De nagy lelkű. Olyan vagyok, mint Lesszi. De nagy lelkű. Ja. Aznap. Aznap, amit kérsz életem, mi? A csoki masszázs, csúszka masszázs, amit minden. Ma én akkor oda teszem magam. Hűséges, ott a dobom. Hűséges kis kutya vagyok. Szedj szét, kérlek. Na, szóval nincs ötlet. Nekem sincs ötletem, most így mondanom kéne egy dolgot. Azért, mert soha nem kaptunk semmit, és nem vagyunk rá felkészülve. Ezért. Ez is mutatja, hogy gyakorlatilag minket meglepetés. A meglepetés erejével ért az. Mi bárminek örülünk, akkor ezt most itt szögezzük le, ugye? Tehát jöhet bármi. Az a keményebb, hogy a nemzetközi nőnap már egy héttel ezelőtt meg el ne felejtsétek, jön a nőnap, minden női magazin erről pici szól, durca, pici készítik a nőket. Nem semmi. És aztán picit, igen, durcázás, ha nem. Ki beszélt erről tegnap vagy tegnap előtt, hogy ma rólunk szól ez a nap? Senki. Nem éreztem ennek az előszelét tegnap este otthon. Semmit nem éreztem. Ma se érzek semmit. A legbeszédesebb szerintem az, hogyha megkérdezel mondjuk 10 férfit, abból a 10-ből 9 rögtön vágja, hogy mikor van nemzetközi nőnap. Én vagyok a 10. De! Te vagy a statisztikát rontó. Így megkérdezed. A kivételt erősítő szabály. De hogyha megkérdeznek 10 nőt, akkor abból a 10-ből szerintem 8-nak fogalma nincs, hogy mikor van nemzetközi férfi nap. Ma én például moziba kell menjek a két gyerekemmel. Férfi napra ezt kaptam. Azt mondja, nem tudom, hogy a béka jön-e. Az most ez egy ajándék nekem, hogy én elvihetem a két srácot? Hát igen, attól függ, hogy milyen filmre mentek. Férfi napra nem ilyet kérsz. Igen. Azért férfi napra nem ilyet kérsz. Férfi napra megkaptad a két gyereket. Igen. Férfi napra pont gyerekmentes napot kéne kapjál. Na. Egész nap kényeztetés, masszázs, mit tudom én. Mehet csak én egyedül moziba, vagy valaki más. Vagy egy nyílt napot, igen. Egy elhajlási engedélyt egy napra. Egy nagyon rövid elhajlási engedélyt egy napra. Vagy te választasz ki a filmet. Milyen volt a film? Hát nekem nagyon tetszett, imádom Guillermo del Torót és az új horrorja, Bíborhead, de a gyerekek még sírták, nem tudom. A gyerekek üvöltek, húztak, másztak a székek alatt, annyira féltek. Szóval két gyereket kaptál fél színakra. Hát szép. Gyanítom, hogy ezt Béka elfelejtette, hogy ma egy picit más típusú ajándéknak örülném.
Hát nem vagy mindegy. Be vagy darálva, mint a mócsi. Hát, na, az a gyerekek, ez nagyjából páran. Ezt gondolom, ez az igazság. Arcoskodunk, meg nagyjából, hogy be vagyunk darálva, mint igen, árva. Drágám. Mindjárt hozom a kávét kicsit. Mindjárt, még a megszólásnak már fújom is a teádat. Papucs, lábhoz! Megyek már! Ott vagyok, sietek. Na, jól van. Megjött hozzánk Vali, hello Vali, jó reggel! Jó reggel, ciao! Sziasztok, jó reggel! Ciao! Hello! Jó, ne várjunk tovább, add át az ajándékot, amit nemzetközi férfi napra hoztál nekünk. Csupa jó tanácsok, gondolom, ugye? Csupa, egy kis ránctalanítás. Oh, egy kis ránctalanítás. Hát az mindig jó, a ránctalanítás. De látod, ez is inkább a nőkről szól. Igen. Férfi napon, nemzetközi férfi napon, megint a nőknek kedveskedünk. Ha? Mert a nők használnak inkább ránctalanító krémet, mert talán a pasik is, nem? Hát attól függ, hát kinek milyen ráncos. Ugye? Gyerekek, én 3 éve. Én ezt mindig elmondom, hogy 3 éve használom, de erre még mindig olyan, mint a mazsolat. Úgyhogy én ezzel egyelőre nem jutok. Nem jutok dűlőre. Na, mi a baj a ránctalanító krémekkel? Vagy ne egyáltalán baj? Ma is nagyon szigorúak leszünk? Vagy ma engedékenyebbek, és nem tudom, inkább... Ne temessük el a ránctalanítókrémeket. Inkább már elgondolkoztató szeretnék lenni. Én nem temetném el a ránctalanítókrémeket, csak bele kéne gondolnunk, hogy kívülről valóban lehet-e a bőrt ránctalanítani. Hoppá! Mert aki egy kicsit ismeri a bőrnek az anatómiáját, annak tudnia kell, hogy tulajdonképpen az öregedést késleltetni lehet különböző krémekkel, de a már kialakult ráncokat valójában megszüntetni nem lehet, de lehet optikailag csalni, hogy úgy tűnjön, mintha, de azzal viszont becsapjuk magunkat. Én egyszer kipróbáltam egy ilyen ránctalanító krémet, most nem rendesen bekentem, és ez egész olyan érzés volt, mintha így megfeszítették volna a szemedet egy ilyen ragasztóval. Pontosan. Valóban optikailag tényleg eltűnnek egy kicsit a ráncok, de olyan, mintha egy ilyen ragasztót kennél a szemed alá, ami kisimítja a bőrt, feltölti ezeket a kis ráncokat, de este ugyanúgy lemosod, tehát napközben kevésbé tűnsz ráncosnak, de amikor pislogsz, akkor kicsit összefogod. Ilyen hangot ad a szemed a pislogásnál, nem túl jó érzés. Egyébként ilyenkor van az, hogy amikor ilyen műmódon meg van feszítve a bőr, akkor gyakorlatilag amikor lemosod, akkor még jobban összeesik, tehát még ráncosabbnak tűnik olyankor. És hogyha ezt valaki húzamosabb ideig napi, havi, heti, éves szinten alkalmazza, akkor pont ezzel fogja elérni azt, hogy össze fog esni teljesen a bőre, hiszen a bőrizmok nem mozognak ettől a külső botox hatástól. Aha. Tehát, hogy egy olyan anyagot kenünk rá, ami a krémbe benne van, és csak ezt a bőr külső rétegére tapad rá, és csinálja ezt a feszítő hatást, amitől lélegezni se tud a bőr, az anyagcseréje is leáll a bőrnek, és ilyen mumia halottszerű lesz. És azt lehet, hogy valaki esetlenként mondjuk megy valahova, és két hetente egyszer egy picit feldob, hogy az napra csaljon? Vagy, lehetséges, csak akkor sem ezeket a krémeket ajánlom, ami ennyire ezt a feszítő hatást éri el, hanem már vannak olyan magas hialuronsav tartalmú, úgymond randi krémek, amik randi krémnek hívják, mert vagy ilyen esemény előtti, ilyen randi krémek, amik gyakorlatilag a nagyon magas hialuronsav tartalom, ugye a hialuronsav az a bőrnek a felhámjába beköltözik, és ott gyakorlatilag ilyen megdagad, és attól nincs ez a maszkérzés, viszont valóban egy 24 órát nagyon szépen ki tudja feszíteni a bőrt. Tehát, hogyha már választunk, akkor választunk olyat, amiben természetes anyagok vannak, nem pedig ezek a szilikonok, mert ezek szilikonokkal érik el ezt a hatást. Szilikon van a krémben? Igen, kérlek? Szilikon. Ez nem hangzik túl jól? Nem. Valószínűleg a bőr se szereti annyira, nem? Nem szereti, mert ez ugyanaz, mint amikor a műanyagoknál, vagy akár a gépkocsinál használjuk a szilikont, tehát ez egy kenő hatású, szép fényes felületet ad, és ez kívülre tapad, tehát a szilikon az nem szívódik fel, hanem kívülre tapad a bőrre, és akkor lesz egy ilyen borzasztó lég átnemeresztő réteg rajtunk, amiről te is beszéltél, hogy olyan, mintha maszk lett volna. És ez benne van erre, ezen a fölkenésen, amit mondta, hogy kifeszíti, hogy ilyenkor viszont az izom, ami benne van, az elkezd pihenni. És amikor lemosod, akkor már nem lesz izom, igen, és olyan, még ráncosabb vagy. Petyhütté válik az arcizom, és nem véletlen, hogy vannak már szabadalmaztatott arctornák, amikkel sokkal nagyobb eredményeket érnek el, mint bármilyen ránctalanító krémmel, hiszen ahogy dolgoznak az arcizmok, ugye az izom az mindig, ha dolgozik, akkor növekedéssel jár. Tehát nem csak optikai, hanem fizikai növekedéssel is jár. És gondoljunk bele, hogy minél teltebbek az arcizmaink, annál jobban
magasabban feszül fölött a bőr, annál jobb lesz az anyagcseré a bőrnek, annál jobb lesz a tápanyagfelvétel, az oxigénfelvétel, a vízfelvétel, amik mind belülről, tehát az evés által dolgozódnak fel és jutnak be a bőrbe, és ezáltal nagyon szépen lehet ráncosodni. Egyébként az arctornának egy magyar nagyasszonya van, aki feltalálta, ami most már világszerte működik, őt egyébként Bojtor Mártának hívják, ez nem a reklámhelye volt, és meg lehet az ő bőrét nézni, tehát ő bőven 60 pluszos, és én örülnék, hogyha olyan ránztalan bőröm. Hát azért az adottság is, nem? Azért egy kicsit. Valóban van benne genetika, de sokkal kevesebb, tehát kb. 20% genetika van ebben, és 80% életforma. Láttál már arctornázónőt? Hát nem biztos, hogy ezt mindenki előtt kell csinálni. Tehát, de, én láttam. Munkás. De néha a speciális arctornánál azért nem látod, mert ott takarva van az arc. Takarják? Igen, takarják. Visszafogják az arcot, és gyakorlatilag a nyomás hatására ellennyomást fejtenek ki az izmokkal, és egy olyan izmokat is meg lehet mozgatni, amit a hivatalos mimikai izmokon kívül vannak. Tehát ezek a bőrfeszesítő izmok, amit mimikával nem tudsz megmozgatni. Aha. Nyomod ide-vissza arcodat, jó. Ez mennyi napi? 5 perc? 10 perc? A hosszabb? Tanfolyamon el lehet sajátítani, aha, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 5-10 perc otthon. Aztán ami még nagyon izgalmas, hogy mindig vannak időszakok, amikor újra előszedik ezt a kollagént, és akkor ilyen reneszánszát éli. Vannak ilyen fellendülések, aztán elfelejtjük, aztán megint. Csak azt nem tudják sokan, hogy tulajdonképpen a krémekben lévő kollagénnek a nagy része az vágóhidi hulladékból származik. Kvázi az történik, hogy amikor a húsfeldolgozó ipar, ugye a marha húsnak a feldolgozza a húsát meg, ami neki kell, akkor a bőrnek a nagy része az átkerül a cipőiparnak. A cipőipar, vagy a bőripar nevezzük így, a bőripar, amikor cserzi ezt a bőrt, gyakorlatilag pont a bőrnek a kollagén tartalmát vonja ki belőle, és ezt a kollagént, amit vágóhidi hulladéknak nevezünk, vásárolja fel a kozmetikai ipar. Oh. Hát a kollagénes kozmetikumoknak a nagy része ilyen vágóhidi hulladékból készül. Az viszont nagyon érdekes, hogy otthon is lehet kísérletezni ezzel, hogy ez a fajta marha bőrkollagén, ez viszont nem szívódik fel a bőrbe. Uh-huh. Gondoljatok bele, Feri csekkold már csinál, is. Csinál otthon van. Csinál otthon a... Hát élő marha van nálunk, a negyediken is hoz. Feri, várjál, lehet, hogy van, pont ezt akarom elmondani, csinál az asszony egy isteni jó kocsonyát. Hát nem az asszony, én csinálom a kocsonyát. Te csinálsz egy isteni jó kocsonyát. Nagyon jó. Az asszony besemelt a konyhába, csak asszony csinálni közepes kocsonyát. Se. A kocsonya az a kollagén. A kollagén, igen. Igen, na most azt a kocsonyát majd próbáld meg felkenni a bőrödre. Nem, én ezt megeszem, nem vagyok hülyet. Nem kellem sehova. Nézd meg, hogy van ráncom, nincs, mert én belülről jön a kollagén. És tudod, hogy pontosan megmondtad az igazságot. Nagyon jól csinálod, hogy tulajdonképpen a kollagén szintézisbe csak belülről tudunk beleszólni. Tehát attól kívülről rákenünk kollagént, ad egy olyan a molekula szerkezete, hogy nem szívódik fel oda, ahol valóban működnie kéne. Hát ez a zselatin, ami mondjuk van. Van a gumicukorban is. Tehát igen. Nem gondolnál igen. Egyébként, igen. Hogy amikor például a gumicukort állati csontokból állítják elő. Akkor az, igen, akkor az a disznónak, a szarvasmarhának, a lónak a csontjából, a bőréből, a kötőszövetéből kivont kollagénből állítják elő a gumicukrot. Igen. Úgyhogy a gyereknek kicsit rágjál egy kis gumicukrot. Persze. Mi bajod lehet? Ha voltál egyszer vágóidon, és látod, hogy készül a zselatin, mit tudom, egy gyárban, hát ott ilyen egymásra vetett ilyen hatalmas nagy gerincek meg, nem tudom, amit ilyen targoncával pakolnak. Hát csontból megfőzik, igen. És egy másodlagos feldolgozás ugye ezeknek az élelmiszeripari ilyen maradványoknak, meg melléktermékeknek. Hál' Istennek azért már vannak növényi alapúak is, tehát hogy lehet már a zselatin a klasszikus zselatin pótolni mással is. Agar-agar például. Agar-agar például, igen. Igen, kukorica keményítő, stb. Vörös alga, vörös algával is csinálják. Igen, azok nagyon jók. Utifű maghéj például. Vagy lemmag. Tehát nagyon érdekes, hogy ha párhuzamot vonunk a kollagén és a lemmag között, akkor lemmag zselét azt otthon házilag lehet készíteni, és a lemmagban lévő ezek a fajta gélképző anyagok és proteinek, ezek viszont gyönyörűen be tudnak jutni a bőrbe, ha csinálunk otthon egy ilyen lemmag pakolást. Igen, de nem annyira szórakoztató, mint hogyha Feri az arcára bankot csinált. Van úgy, hogy beleborul. Van úgy, hogy beleborul. De azért arra vigyázzunk. Felemeli az arcát, és egy kis levesz zöldség, meg
körömre. Ú, de finom. Egy kis farok, egy kis börke. Legyen már hideg, hogy megdermedjen a teraszon, alig várom. Így van, és az arcpirt pedig a kis paprika adja, amit a ketté szortak. Vali, az kozmetikusként biztos tanultátok, vagy tanulmányoztátok, vagy olvastatok ide vonatkozó tanulmányokat, hogy van összefüggés valójában a vízfogyasztás és a bőrünk állaga között, vagy is egy ilyen tévhit, hogy igyál meg 3 liter vizet, és ha a nőként ezt te megteszed, semmi baja nem lesz a bőrödnek. Vagy tényleg hatással van mondjuk a ráncaimra, a bőrömre, a sárasságra az, hogy most 1 litert iszom, 1/2 litert, vagy 3 litert. Lehet összefüggés? Visszakérdezek, van összefüggés a között, hogy öntözöd a virágot, összelottyad, ha nem öntözöd, összelottyad, ha öntözöd, akkor megressz a levele? Igen, persze, hát ember, van, csak nyilván. Ugyanígy. Igen? Tehát óriási összefüggés van, ugyanis minden egyes bőrsejtünk úgy néz ki, szemléletesen talán úgy tudom elmondani, mintha egy szem lenne, és ahol a szempilláink vannak, minden, tételezzük fel, hogy minden sejtszempilla tövében van egy kis gömböcske, amit úgy hívnak, hogy nedvesség megkötő faktor. Ezt NMF faktornak is hívják. És gyakorlatilag ezeket a faktorokat csak belső ivással lehet táplálni. És ha nem tápláljuk őket, akkor ezek a nedvesség megkötő faktorok leszakadnak a sejtről, és ott tulajdonképpen szabad kibejárást engednek, és nem tudják azokon a részeken pótolni a sejteknek a belső víztartalmát. És ezért nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyunk, illetve nagyon el kéne kerülni azokat az ételeket és italokat, amik drasztikus folyadék megvonók, mint például a fekete kávé. Ó, majd fogom a bal kezemben éppen. A bal keze éppen. Egy sejtgyilkos, csak így hívlak. Kávét fogok éppen a bal kezemben. Dehidratálod ilyenkor magad. Egy adag fekete kávénak a háromszoros mennyiségét meg kell inni vízbe, hogy egálba legyél. De vízhajtó? Igen. Tehát te kihajtja a vízen? Igen. Most vízzel von a hatású. Jó, de ez nem olyan bonyolult azért, a szénsavas dolgok is vízzel von a hatásúak. Az egészséges emberi szervezet folyadékigénye testsúly kilogrammunként 70 milliliter. Ami azt jelenti, hogy én Feni, vagyok 60 kiló, az 6x7 az 42, az 4,2 liter. Ebből ugye le kell vonni valamennyit, ami a száraz táplálékkal is bemegy. Öt Ferinek meg kéne inni a kaszpitengert naponta. Hogy? De nem fér el, nem arra van kitalálva ez a gyönyörű a test, hogy vizet tároljon. Igen, apukám szegény, és mindig azt mondta, hogy inkább legyen a fogam, az orrom borvirágos, mint a fogam vízköves, ez így van. De egyébként jó, persze az extrém testsúlyúaknál más a számítási arány. Tehát neked az, most neked az miért ideális, nézel rám? Hát Feri, neked az ideális testsúlyokhoz kell ezt kiszámolni. Nézel rám, aki olyan vagyok, mint egy pitypang, rám fújsz, és így elszállod a most, szélben. Na. De most szerintem ne téged froszlizzunk, hanem térjük vissza, hogy mit csinál a víz a szervezetben. Nincs más ötletem. Vali, az a baj, nincs más ötletem, hogy ki. Szóval sok folyadék. Sok folyadék. Ez nagyon igaz, hogy sok folyadék, és ezt lehet érzékelni, ha mondjuk elmegy az ember egy olyan trópusi országba, ahol egyébként is sokkal magasabb a páratartalma levegőnek. Sokkal jobb lesz. És a meleg miatt sokkal több folyadékot kíván, meglepő módon észre fogja venni, hogy az a bőre is sokkal teltebb, szebb és ránctalan. Hát azt gondolom, a páratartalom miatt is van. Páratartalom és a folyadékfogyasztás. Három hét tájföld azért feltölti az embert. Igen, igen. Hát te szádból. Ugye? Alig várom, hogy egyszer bekövetkezzen. Még szeretnék nektek egy ilyen veszélyes üzemmódot azért elmondani a ránctalanító krémekkel kapcsolatban. Ez a glicerin. A glicerint mi úgy hívjuk hatóanyag elemzők, hogy kettős megítélésű anyag, ugyanis az, hogy jó vagy rossz dolgot csinálni a bőrrel, az attól függ, hogy mennyi és milyen koncentrációjú van benne egy termékben. Na most, ha a glicerint egy kicsit eltúlozzák, akkor a következőt csinálja a bőrrel. A bőrnek a felszínén az ozmozis hatás kapcsán kifejt egy olyat, hogy a bőr mélyebb rétegeitől magához vonza a folyadékot, és a bőr felső rétege valóban borzasztóan telt lesz, de az alsó kötőszövet pedig összelöttyed. És egy idő után ilyen nyúlos, kocsonyás, ilyen buldogszerűen megesett arca lesz ezeknek a hölgyeknek, akik nagyon dús glicerines krémeket használnak. Viszont minimális mennyiségben nagyon szépen képes hidratálni a bőrt és megkötni a vizet. Aztán itt van még egy érdekes dolog, ez a hatóanyag elemző, ugye több mint 10 éve vagyok kozmetikai hatóanyag elemző, és egyszer találkoztam kozmetikai készítményben, és pont magyar kozmetikai készítményben. Egy olyan anyaggal, aminek az a neve, vagy glokszál, vagy más néven glokszálsav, hát ez konkrétan hullakonzerváló. Azért került bele a krémekbe, mert azt vették észre, hogy amikor előkészítik a ravatarra halottat, akkor ugye azt lekonzerválják, meg kisminkelik, azt ugye mindenki tudja,
és észrevették, hogy tulajdonképpen a gloxálnak a hatására, a hullakonzerváló hatására a nagyon mély ráncok is hirtelen eltűntek, és úgy gondolták, hogy akkor ezt hoppá, ezt bele kéne rakni. Az arckrémekben is csak azt az egyet felejtették el, hogy egy halott embernek a bőre nem ugyanúgy reagál, mint egy élő ember bőre, és pont az ellenkező hatást lehet vele. Ez nagyon metál, ez nekem bejön. Ugye? És ez még lehet forgalomban kapni, hogy ezeket kivonták a forgalomból? Már nem, már hála nem. Istennek már kivonták a forgalomból, de 2-3 évvel ezelőtt még simán. Hát, de 10 év alatt egyszer találkoztál vele. De az az érdekes, hogy ha ezt az anyagot betiltották mondjuk 2 évvel ezelőtt, és akkor 2 évvel ezelőtt a betiltás előtt még belekerült egy készítménybe, akkor ilyenkor a készítményt nem hívják vissza, mert hogy nem halálos, és ha annak van egy 4 év szavatosság ideje, akkor még simán ott van a polcokon ez a készítmény. Fene se tudja, hogy azért akarnék egy hula konzerválót az arcomnak kenni. Még nyilván az esetek nagy többségében azt se tudod, mit kensz az arcodra, meg mi van a tusfürdőben, mi van a samponban, de nem tudod. Hát basszus, nem tudod. Nem? Egy nőnek azt mondod, hogy ettől szép lesz az arca. Bármit az ördögel. Csak gyorsan egy-két ilyen terápiás jellegű kezelés, mert szerintem ez is érdekli a nőket, hogy az ilyen mezoterápia, görgős kis tűszúrás, meg mit tudom én, ezek érnek valamit? Nagyon sokan csinálják, ugye? Most nem a botoxot, meg a felvarást kérdezem, hanem... Az egy külön téma. Ezek a ezek a tűszúrásos kis kezelések, mezoterápiák, ezek jók. Olyan szempontból jók, hogy minden, ami a bőrnek az anyagcseréjét élénkíti, a sejtanyagcserét, az mind jó hatással lehet. Na most az, hogy pofozgatom magamat, mint a régiek, ugye a bál előtt megpofozgatták magukat, hogy jó legyen. Megszórom az új begyemet, szép, és bekenem az arcomat. Szép igen. legyen a bőre, vagy vannak ezek a, amit mondtál, ezek a görgös cuccok, amik ilyen kis apró tükkel csinálják ugyanezt. Én úgy gondolom, hogy ennek van létjogosultsága, de én mégis idegenkedem, amikor géppel próbálunk pótolni egy olyan biokémiai folyamatot, amit normálisan a bőrünknek úgy kéne produkálni, hogy én megfelelően étkezem, megfelelően mozgok, megfelelő mennyiséget vagyok szabad levegőn, megfelelően a mimikám, etc. etc. Tehát normális esetben ennek működni kéne. Tehát ahhoz nekem gép kell, hogy ezt... Hát nyilván, ha az ember ezt nem teszi meg, akkor igénybe vesz egy kis gépi segítséget. Nem ítélem el ezeket a módszereket, egyáltalán nem ítélem el, csak azt tudom, hogy lényegesen odafigyelőbb életmóddal, lényegesen olcsóbban, hatékonyabb hatást el tudunk érni. Na jó, ma nem voltál olyan szigorú, ez tetszett azért. Megengedő se, de ma nem egy kicsit megengedő voltál. Ma nem húztad ki egy ufát. Jó, de azért még egy mondatot engedjetek igen? meg, hogy azért a ráztalanító krémekre is vonatkozik, hogy a legtöbbnek azért az alapja az egy kőolaj hulladék. Ami általában valamilyen minerál, oil, vagy parafin származék, vagy vazelin származék, ami meg megfullasztja a bőrt, és még inkább összegyűri a ráncokat. Tehát az, hogy én most megengedőbb vagyok a krémekkel kapcsolatban, a ráztalanító krémekkel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy a méreganyagmentes ráztalanítókkal vagyok megengedőbb. Egyébként nem használok most ráztalanítót éppen. No! Wow. Nem is látszik, hogy nem de használ. Tudjátok miért? Azért, mert vannak olyan zseniális természetes anyagok, amik önmagukban ráztalanítók, mint például az argánolaj, a gránátalmamag olaj, a tigrisfű olaj. Tehát ezekből a nagy méregdrága ráztalanító krémekben is egy-egy csepp van benne, és ezeket tömény változatban fele annyiért megvesszük, mint a 10-20-30 ezer forintba kerülő ráztalanító krémeket. Mondjuk egy gránátalmamag olajat már ilyen 6-7 ezer forintért meg lehet venni, amiből cseppek kellenek. Tehát van remény. Van remény. Vali, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. 2 hét múlva folytatjuk, puszi, köszönjük szépen. 8:30 múlt pontosan 7 perccel. Miért mondtam, hogy van remény? Mi ez, hogy van remény? Ez mi volt? A ráncaid miatt aggódsz szerintem. Ez mi? Köszönjük, Vali, tehát van remény. Jézus, úristen, én miért mondok mi a ilyeneket, amikor nem is tudom, hogy itt mondok, csak beszélek. Ákos hírei után jövünk a játékkal mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
7 perc, pontosan 9 óra, szép reggelt kívánom mindenkinek, ez csak a tegnapi slashkot. Csókolom azt a gyönyörű kezedet, ugye tudsz te normális is lenni, nem rá. Be volt rakva, be volt szerkesztve, nem nyúlok a zenékhez, ez nem rádiós szakkör, ez nem napközi érte. Együtt él a zenei szerkesztőnk azzal, hogy tegnap egy slash koncert volt, és vetett a gyerekeket. De milyen jó, de milyen jó. Tegnap egyébként ezt is eljátszották slashék, egészen konkrétan a My Train, a You Call Be My, és a Welcome to the Jungle után, a Paradise City előtt, de jó volt hallani élőben. Istenem, aki miért ott érzem? Lehetett, érted? Miért érzem azt, hogy te azért egy elég szadist ember vagy? Tehát, hogy tulajdonképpen azért élvezed azon helyzeteket, amikor tudod kínozni a másikat. Tehát, hogy ez téged nálad örömet okoz, ez a szadizmus, amikor mások ember kínzása örömet okoz a te lelkedben. Tehát ezt hívják, ezeket az embereket hívják szadistának. Nálam többet nem nyüstöl tegnap senki, hogy gyere el. Igen, ez igaz. És kicsit haragszom rád. De tudod, hogy egy 450 méteres kitérőt kellett volna tennem, mert itt hagytam a jegyeimet bent a szerkesztőségi szobába, és azért ez megvisel. Elszámoltad magad, mert eredetileg azt gondoltad, hogy csak 440. Ez nagyon megviselt, és azt mondom, az élet azt akarta, hogy nem menjek el erre a koncertre. De sajnáltam már, én is ültem a lépcsőn, altattam a Benit, és közben arra gondoltam, hogy de hülye vagy, Bali, de hülye vagy. Gyerekkorod kedvenc zenekara a Guns N' Roses, itt van a Slash tőled 3 kilométerre, te meg ahelyett, hogy fognád a gyereket kezét, és kimennél vele a koncertre, aki szintén imádja a Guns dalokat, otthon ülsz és altatod. És közben meséled a Vikinek, hogy képzeld, nem mentem el a Slash koncertre a Benivel. És akkor jön mondja, hogy de okos vagy. És közben jönnek az SMS-ek, igen, jönnek az SMS-ek, hogy Night Train, rohadjanak meg. A rohadt SMS-gesztünk ennyit, mint tegnap este. Tudod, így tologattam neki állandóan. Fél 11 pont a ravatalozón, így fekszem a hálószobába, az ágyamon a Paradise City-vel zárnak. Tudod, én meg egy habzó szájjal kezdtem egy kicsit rángani. Jó, tudod mit? Már reggel is elmondtam. Az élet, vali második nagy törvénye, a nem az élet kemény, te vagy csicska után, a nem kell mindig jó járni. Tehát ezek a bali élet, bali nagy törvénye. Ja, ilyen is kell, hogy tudjad, hogy milyen lent. Persze, nem lehet mindig jól járni. Abban ugyanakkor igazad van, hogy azért a jövőre több, mint valószínű, vagy egyre inkább egyre több arra utaló jel van, hogy ezeket a számokat élőben is meghallgathatjuk, majd a nagy gánz felállásra. És ha nem? Egy kicsit ezzel vigasztaltam magam, hogy nem. És most kicsit olyan volt, mint én mondtam. És ha nem, tanultam tőled nagyon sokat az elmúlt években. Én is ezt mondogattam, hogy nem baj, Bali, majd jövőre, ha jönnek Axel, úgyis kibékülnek. Igen. És ha nem, ez sovány igaz volt. Na, mutatjuk a beugrót, figyeljetek, jön a feladvány, mit kell kitalálni, ha szeretnétek hármas ugrás játszani. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, figyelje mindenki. Középen nagy zúzás van. Mutatjuk még egyszer. Ez is az. Igen. Egy kis puha cyberpunk. Puha, de jó az. Igen. Na, küldjétek a megfejtéseket. Jó, mit hallottunk? 2 darab előadó, 2 darab dalcím. Ezt kell elküldeni SMS-ben, ha szeretnétek hármas ugrás játszani nyilván. Te mész? Én itt hagylak benneteket, mert ma van a legszebb napom, már nem az enyém, hanem egy csomó hátrányos helyzetű, meg fogyatékos gyereknek, és azt most már évek óta én szoktam vezetni ott a műsort, meg játszunk egy csomót, úgyhogy elhagylak benneteket, de holnap itt vagyok. Jó van. Jó, mert 9-kor már lassan kezdünk. 4 perc, hát odaérsz. Hát olyan messze. 2-t lépsz, ott vagy az arénán. Jó, úgyhogy jók legyetek, és hát nagyon szép ünneplést kívánok a férfi napra. Majd SMS-ezünk, hogy ki mit kapott, jó? Tehát, hogy ki mit kapott, volt-e forró fürdőbe készítve férfi napra? Itt ülök a két gyerekkel, valami hülye rajzfilmet nézek 3 éve. Jó, azért ne legyünk tehetetlenek, én kaptam egy kapucinert, Feri kapott egy valakit szeletette. Igen, Viki kitett maga, ezt én egy kávét kaptam. Az se rossz. Igen, és még édesítés volt benne, tehát azt gondolom, hogy... Több, mint az elmúlt években bármikor. Igen. Na, jövünk akkor már csak ketten, Ákos híre jutam. Hölgyeim és uraim, őket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Már csak ketten. Feri elment. Istenem, ez miért kellett? De visszatér. Természetesen holnap lesz, a karitatív célból távozottál. Így van. De látod, a megszokás. Benyomtam a mikrofonját.
Már most téged nyomtalak ki. Látod? Igen. Hogy már olyanok vagyunk, mint egy család, amikor nem bújik be melléd a párod, már te is úgy forgolódsz, és nem tudsz elaludni, és akkor ott úgy nézed a párnáját, és várod, hogy megérkezzen, és amikor bebújik meléd, akkor úgy összebújtok, akkor mint a vadmalacok. És akkor is azt kívánod, hogy már csak ilyen üttem le. Igen, hogy mennyire nincs mi változás. De hogy egyszer nincs itt, és én már nyomom a mikrofonját, látod? Tehát ez az igazi hűség, mint egy kis kutya, egy kis puli kutya, aki várja a gazdáját, és várja a kis társait, és nincs itt, de én reflexből benyomom az ő mikrofonját, hogy mi így vagyunk. Na jó, nem, ezt nem nyomom tovább. Na, azt mondja, hogy elment tényleg? Nem. Csak hogy kell tudod visszajönni ebből egy kicsit. Igen. Aha, igen. Jó, én meg Feri, mondta, hogy elment, csak azt hiszem nem figyeltem. Érzem a lelki füleimmel, vagy hallom a szuszogásokat. De már nincs. Igen. Mindig panaszkodik rá, hogy nem figyelek, és most is mondott valamit, csak azt hiszem pont nem figyeltem. Úgyhogy megvan ez a nem is. Megszegény. És Feri egyébként ebben a pillanatban is minket hallgat. Ebben 100%-ig biztos vagyok. És jegyzetel, és holnap kikéri magának. Nem, jótékony célra. És a jótékony cél miatt, igen. És próbálja meg kihalani a hangukat az alfa hifének a recsegését. Ne bánsd az alfát. Azt tudod, hogy nem egy márka, az egy jelző. Van elég baj, nincs. Nincs baj. Azért nem mondhatok erre semmit, mert én a régi autóma vagy a régebbi autóma többet voltam szervizben, mint ő, úgyhogy ebben most sem tudok beszélni. Hozzáteszem, és hogyha most ezt hallja Feri, akkor meg aki alfás, az hangosítsa föl, hogy életem egyik nagy élménye volt, az életem egyik legízlésesebb autója belülről a belső kialakítását tekintve egy alfa volt. Az egyik munkatársunk... Most már nem kell puncsolni. Egyébként nem. Azért mondom, most már nem egyébként kell. Rohadtul, de olyan gyönyörű volt belülről az autó, én nem tudom, hogy ez milyen motorikusan, ahhoz ti értetek, de hogy olasz. Fantasztikusan nézett ki belülről. De hát a dizájn az első osztály volt benne. Na abban. Biztos valami német mérnök, de aztán kirúgták. Igen, biztos a Mercita jött, igen. Na, figyelj, én mondatot még erről beszéljünk. Na, mielőtt a következő témánkkal folytatjuk. Tehát komolyan mondom, kikérem magamnak, hogy a férfiak világnapja és a WC világnapja egy napon van. Tehát, hogy ennél ironikusabb, ennél szemetebb, jelzésértékűbb napot összetenni, ez egyszerűen nem korrekt. Egyszerűen nem korrekt. Nézzünk már utána. Juli, keresd már meg, Léci, hogy a WC világszervezet elnöke az nő vagy férfi? Hát, fogadjuk, hogy nő. Nő. És ott ültek egy nagy értekezleten, és megkérdezték tőle, hogy tisztelt, nem tudom milyen asszony, hogy melyik nap legyen, melyik nap szeretné. És ő azt mondta, hogy nézzék meg, hogy mikor van a nemzetközi férfi nap, és tegyük oda, rontsuk el az ünnepüket. Az év összes napját végignézték, és akkor így sorra vették őket, hogy na és akkor, hogy a maláj szabadságharcosok napja, jó, hát akkor az nem. És a következő, azt hiszem, hogy a szögőrögi oké. Most sem nem szabad. Következő, a férfiaké. Az jó! Megvan! Az jó, az senkit nem érdekel. Rontsuk el nekik ezt a napot. Nemzetközi klotyónap. November 19-én ott van már a nemzetközi férfi nap, tegyük oda be a budi világnapját. De ez a durva egyébként, hogy a budi világnapja, tehát még hogyha azt mondanák, hogy a nemzetközi piszoár világnap, akkor éreznéd a törődést, akkor azt mondanád, hogy basszus, egy kicsit rólunk szól az nap. Hogy van egy értelmes árukapcsolás. De a budi eleve egy kicsit az övéké is. Tehát, biztos, hogy ez a nap lehessen már csak a miénk. Vagy legalábbis ne egy budival rakjanak össze, mert látok magam előtt egy elhanyagolt, mindenki által használt, keveset takarított budit látok magam előtt. Hát nem akarok azért én férfiként egy budival konkurálni, érted? Egy nagyon rosszul karbantartott budival. Érted? A nemzetközi nőnapnak tényleg megágyazunk, készülünk rá. Sarokba öltöztetjük a kefével, tudom. És látok egy nagyon lehasznált budit, sarokba dobott műanyag kefével, kettő darab papírral. Nyúkár illatosítók. És odarakva izére, a vízvezeték csőnek a szélére, elfogyott a WC papír, csöpög, a igen. Kézmosó, tehát hogy egy klasszikus. Ő vajon Miss WC volt, vagy Mr. WC, aki ezt kitalálta? Nő biztos. Volt, vagy férfi volt? Miss WC volt? Miss Klotyó. Miss Klotyó? Miss Klotyó volt, egészen biztos. Komolyan mondom. Egészen biztos, hogy nem kaphatjuk meg csak mi, tényleg, csak egyszer. Megtaláltad, Juli? Férfi vagy nő? Jack Simnek hívják. Mr. Toilettként is emlegetik. Hát ez és 1998-ban hozta létre a World Toilet Organization valami hasonló kezdeményezést. Nemzetközi Toilet Szövetség, vagy valami. Igen, a World Toilet Organization hozta létre, igen. Most látom. Egykori NDK 25. Hát ezt kikérem magamnak, nem szólt neki senki?
Hogy figyelj, nem. Jack, de ne azt az egy napot hagyd már végként. Nem, úgy lehet, kapunk nem találkozott semmit. Még a vicces világnapok oldallal, hanem csak rábökött valahova a naptára, és nem tudta, hogy az a nap, az a nap. Ez ilyen felhívó jellegű? Tehát pasik, jó, ha tudjátok magatokról, hogy szaralakok vagytok. Így van. Jó, ha tudjátok magatokról egyébként, hogy húzzátok le magatokat, semmit nem tesztek a nőkért, nem háláljátok meg azt a sok figyelmet. Gyereket nevelnek, otthon vannak, háztartás vezetnek, főznek nektek, ti meg tudjátok, mik vagytok, szaralakok. Ezért odarakom benneteket a budi mellé. Nem így van? Juli, hát mondj erre valamit nőként. De miért mondanál, hiszen ő nőként nagy ívben tojik a mi világnapunkra. Nagy ívben tojik a férfiak világnapjára, igen. Nem, egyáltalán nem erről van szó. A férfiak nem szaralakok. Jaj, nő az orrod, úristen. Komolyan nem értem. Figyelj, simán lehet egyébként, hogy kapunk valamit este. Mit ünnepeljek a WC? Mert a férfiak, oké, a nőkön, oké, az anyák napja, igen, a munka, oké. Vigya vadonatúj lingamok levelét. Csak ezt akart elmondani. A delfinek világ, igen, mit ünnepeljek egy budin? Ráadásul mit ünnepeljek egy napon a mi napunkat? Tehát egy bizonyos kor felett azért már van mit ünnepelni. Jó, néhány nehéz nap után én is örülök, hogy végre el tudtam menni budira, de mit kell ünnepelni egy budin? Hát ez egy hülyeség. Hogy a szervezet eredeti célkitűzése pont ez, hogy általában kellene arról beszélnünk, hogy WC-re megyünk, és hogy ott mit csinálunk. Hát de miért kéne erről beszélni? Ezek tiszta hülyeket. Elmegyek, elvégzem, mert erről azért nem beszélünk. Ünnepeljük meg azt, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy akilunk és pisilünk, és hogy van egy jó hely, ahol ezt mindezt nyugalomban elvégezhetjük. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez volt. Aha, tehát akkor nélkülözhetetlen a budi, és nézzük a jó oldalát. Erre a pasira szerintem gyerekkorában párszor rányítottak. Borzasztó frusztrált, hogy hogyan kell, vagy hogyan, mikor kell használni a WC-t, és akkor elment egy terápiára, felszabadították, és azóta... És azóta ezt ránk szabadítottam. Na mindegy. Jó, hát, nem, ez van, hát, mégis. Jó, fontos. Annyira fontos, hogy csak mondom, és valamelyik nap próbáltam meg rávenni Mónit otthon, hogy vegyünk egy... Egy angol vécét végre. Végre, igen, valami végre. Felejtsétek el annyira, a pocsantot. Annyira unom már, hogy egy rúdvégére erősített, hogy hívják, a kis rohamsisakkal meregetem ki, és hordom a kert végébe a paradicsompalántát. Nem. És a hidegben is ki kell menni, és nagyon fázik a pofű. Hogy klotyóajtó posztert vegyünk. Jaj, hogy ez nekem gyerekkoromban, ez annyira bejött. Ne csináljátok ilyet, hogy klotyóajtó posztert vegyünk. Nem, a WC ajtóval szemben, és előtte ott van egy ösvény. Jaj, ne, Jani, hát vannak olyan, dolgok, amiket el kell hagyni. Már a nagyszobába se tesszük ki a Himalája képet, meg az erdőben csordogáló patakot, meg a majom családot, ezeket már nem tesszük budira, meg nagyszobába. Van újság a WC-ben? Nincs. Nem szoktatok olvasni sose? Én viszem a telefonomat. Ja, telefonon. Igen. Ez nagyon kemény lehet. Én ezt sose értettem, hogy... Micsoda? Hát, hogy ülsz a vécén is közben olvasgatsz, és ülsz a saját... Te is a menekülős típus vagy? Azért, mert két gyerek... Hát ez gyorsan elintézed, igen, utána befújod, ha kell, és utána... De nem azért, mert ülsz rajta, hát lehúzod, tehát nem kell az egyből azon trónolni. De miért nem mész ki? Mert egy nagyobb gyerekkel, meg egy kisebb gyerekkel még az 3 négyzetméter az, ami megmaradt a privát szférából, ahova egy kicsit el tudok vonulni, amikor mindkét gyerek otthon van, és vagy játszanak velem, vagy a Vikivel, vagy együtt játszunk, és a Benny is jön utánam, sokszor a Noel is, és úgy érzem, hogy az a kétszer egy méter, az még apa, egy ilyen pici... Apa, ben vagy még? Mi már fekszünk? Igen. Tehát a Noel előszeretettel kúszik utána. Ő egyszer neki ez kihívás. Imádja, látja, hogy elindulok, és leszeget fejjel 4-2-t, és azonnal indul, én meg elbarikátozom magam, hogy léci legalább, tehát ezt a 2 percet adjátok meg nekem. Csak az ember átnézi az e-mailjeit, tehát egy kicsit ott úgy olyan egyedül vagy. Egyszer láttam a spektrumot. Leszámítva a kopogásokat. Egy dokumentumfilmet, azt hiszem az a kifejezés neve, hogy székletszóródás. Jaj, Juli! Bocsánat, de azért akkor beszéljünk erről is, meg a telefonhasználatról. Jó, tehát, pedig nem ez a téma. És lehúzod a WC-t, akkor utána ilyen UV-lámpával megvilágították az egész fürdőszobát, hogy hol mi található ilyen mikroszkopikus szennyeződések, és hát tele volt minden. Tehát egész egyszer rémálom, hogy néz ki a UV-fényben egy fürdőszoba, és azt mondják, hogy a telefonodat ne vidd be magaddal a WC-re, mert hogyha az ott van a kezedben, és ott azzal ott kapargálsz, azon mindenféle bélbaktérium. Zsűr, tudsz hozni egy UV-lámpát? Lámpát gyorsan. Nézzük már meg, kinek világít a telefonja. Oké, Juli, de ilyen alapon a lehúzón is van egy csomó, a csapon is van, tehát azért ez túl is értem, van. Hájpol azért ettől nem kell ennyire félni. Bemész kezed, mosol. Megmosod a kezed, de a telefonodat nem mosod meg, azt pedig utána hozzászorítod az arcodhoz. A fülethez, az arcodhoz, amit megpuszil a gyerekem. Na de várjál, de a kettő között van egy eseménybeli különbség. Tehát, hogy fogom a telefonomat, utána leteszem, megtörténik a dolog, amivel ugye tisztába teszem magam, majd kezet mosok, és utána fogom meg újra a kezem, tehát mindig tiszta kézzel fogom meg a telefonom.
van, nincs kész, nincs telefonfogás. De azt mondja, hogy a WC-n ülve telefon. De ott még nem történik semmi az én kezemmel. De hát leülök a telefon. Hát de leülök a WC-re. Tiszta kézzel. Megrázod magad, mint egy vizes snaucer. Ülsz a budin, nézzük meg a történelmi sorrendiségben. Kronológiában. Leülsz a WC-re, ott még tiszta kezed. Fogod a telefonodat úgy, ahogy fogtad egyébként kint az előbb a nappaliban is. Fogod a telefonat, leteszed a telefonodat, megtörténik az, aminek meg kell történni, leszakítod a budipapírt, utána kezet mosol, tehát ugyanúgy tiszta kézzel fogod meg a telefonodat, a telefonod nem érintkezik azzal a kézzel, ha csak nincs eseménybeli különbség a között, hogy megtörlöd, majd megfogod a telefonod, és utána mosol a kezed. Tehát nincs baj, nem kerül több dolog a telefonodra. Nem, amikor leteszed a telefonodat, és lehúzod a WC-t. Igen, utána meg kezet mosol. De olyankor viccel minden szana szét, érted? Amit te hát nem is látsz, és rárepül a telefonra. Nekünk azért nem kell új tapétát enni, vagy festeni. Jó, de jó. És ezért van barna csempe. Igen, és ahol te egyszer bemegyek egy maszkal kőzborotvába. Nálunk ezért bézs a fuga, eredetileg fehér volt. Csak annyira szertes spriccel. Nem, szóval egyébként hova intenek mindenki, azt mondja, hogy telefon ne vigyél be WC-re, mert akár amikor ősz, csücsülsz rajta, és hozzányúlsz azzal a kézzel, utána azt rakod az arcodhoz. Hát nagyon könnyű. Figyelj, és jó, hát persze. Ti közvetlenül kézmosás előtt törlitek meg a verítékes homlokotokat megkönnyebbülve, vagy és kifordított kézzel, vagy pedig befelé fordított. Nem. A rohadt életet. Nem, hát egy pici-pici olívaolaj minden csepp italba, és nem. Tehát nem, te nem fogsz leizzadni. Nem kell felüvölteni. Meleg citromos víz. Na, jól van, nem erről akartunk beszélni 9 óra után, hanem arról, hogy... De így sikerült. De így sikerült, igen, mert egyébként egy kicsit szanaszét csúsztunk. Egyébként meg rájöttem, tényleg csak egy fél mondat, a végső menedék ezért. Tehát, hogy azért a Klotyó világnapja a férfiak világnapjával együtt, azért szerepel egy napon, mert a végső menedék a férfiak számára, a nős férfiak számára a klotyó, és szerintem így. Na, így van egy pozitív kicsengése. Így van, abszolút így van. De azért írjuk, ma cseréljük, majd SMS-ezzünk. SMS-ezzünk, hogy te hogy mit kaptál, ki, meg ki mit, ki, mit, ki mit kapott, jó? Na, viszont egy érdekes témával folytatjuk, ami szintén sok embert érinthet, mert hogy aki házas, és aki elvált, vagy esetleg készül elválni, vagy már túl van ezen, az tudja, hogy miről beszélek, mert azt mondják tudósok, hogy a családban történt haláleset után a második legnagyobb érzelmi trauma az ugye hát a válás, és a válás lehet. Nekünk ez nem adatott meg, és reméljük, hogy nem is fog soha. Viszont van az úgynevezett középkori életkrízis, amikor is ugye hát nagyon sokan döntenek úgy, hogy külön folytatják az életüket. És ebből a szempontból is érdekes, hogy ugye az egyik kereskedelmi csatornán elindul egy olyan sorozat, ami arról szól, ami nagyon sok mindenki átmehet, nőként, férfiként, hogy milyen az, amikor egyik napról a másik pillanatra, vagy te lépsz ki egy kapcsolatból, vagy úgy dönt a te párod, hogy kirak a kapcsolatból, és teljesen új életet kell kezdened. Ez egy idegen élethelyzet sokaknak, sokan vannak azonban, akik ezen már túl vannak. Van, aki azt mondja, hogy élete legnagyobb traumája, van, aki azt mondja, hogy fél évig szörnyű, igen, és aztán a dolgot megszokhatod. Én azt gondolom, hogy ha valójában gyereked van valakitől, és bele vagy házasságban, akkor a büdös életben nem tudsz te teljesen elválni, mert onnantól kezdve a gyerek benneteket életetek végéig összeköt. Ha persze, normálisan próbáltok elválni, ha nem, van egy közös pont az életetekben. Óriási érzelmi kötődés. Óriási érzelmi kötődés, gyakorlatilag leéltétek együtt a fél életeteket, adott esetben lehet, hogy kevesebbet, lehet, hogy többet, de a gyerek mindent megváltoztat. A gyerek az gyakorlatilag egy elszakíthatatlan kapocs köztetek. Igen, és azért is érdekes ugye ez a sorozat, azért is lehet érdekes, mert Magyarországon kiugróan sokan döntenek úgy, hogy egész egyszerűen nincs tovább értelme a házasságnak. Férfiként, nőként kilépnek a kapcsolatból. Sőt, mi több, ami talán érdekes tendencia, hogy ma már egyre több nő dönt úgy, hogy nem tűri tovább a pasi kilengéseit, vagy nem boldog egy kapcsolatban, és amíg egy nőtől ez szentségtörésnek számított, ma már egyre több nő gondolja azt, hogy igen, én is kimerem mondani, és elmerek válni. És ugye ezt a témát boncolgatja ez a sorozat is, ami arról szól, hogy három különböző élethelyzetben lévő palit kiraknak. Ugye? Tehát kirakják őket, és hárman kell, hogy új életet kezdjenek, és hárman kell, hogy beleszokjanak ebbe a szituációba. És egy önálló lakásban mind a hárman gyakorlatilag, hogyha jól tudom. Igen, önállóan mind a hárman közösen összeköltöznek,
És ami mondjuk egy elég jó szituáció azért. Azért ez tetszik, mi? Tehát, hogy te már ezek is elkezdett, ez egy három pali egyet. Jó, hát azért vagyunk be őszintén, nem mindenkinek trauma, tehát valakinek a fellélegzés, valakinek gyakorlatilag egy új reneszánsz a válás, tehát, hogy ilyen is van azért, mindenki másképp éli meg a dolgot. Hát attól függ, hogy milyen élethelyzetben vagy, nyilván meg attól függ, hogy történt a válás, te léptél ki, téged hagytak, hát nem meg nagyon sok árnyalata van, megcsaltak és azért válsz, nem csaltak meg, te mondtad ki tényleg, váratlanul ér a dolog, vagy már 2-3 évben benne van a levegőben, és tudtad, hogy ez lesz a vége. Tehát nagyon sok élet, nagyon sok élethelyzet van. Az biztos egyébként, hogy akár pozitív, akár negatív értelemben, de érzelmileg ez egy hatalmas, hatalmas lökés az ember számára abban a pillanatban. Tehát, hogy ezt nem lehet érzelemmentesen megélni, ezt a szituációt, magát a válást. Hát persze, hát hogyne, hát ez egy nagyon nagy trauma. Itt van a vonalban velünk Scherer Péter, a sorozat egyik szereplője. Péter, hello, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt a hallgatók! Szia! Hello! Tudok rólad egy kulisszatitkot, mondd, hogy így van-e vagy nem. Na. Te tényleg úgy beszélsz a mobiltelefon, vagy nem a fülethez tartod, hanem magad előtt kihangosítva? Nem kihangosítva, hanem most már van egy új telefonom, aminek nagyon jó a hangszórója, remélem jól hallottak engem, vagy a mikrofonja. Az előző telefonomnak elég rossz volt, és ezért azt csináltam, most mutatom, hogy így ízetettem a szám elé, és úgy beszéltem bele, mert különben nem hallották a hangomat. Én ezt hallottam a forgatásról, hogy ezzel mindenki nagyon jól szórakozott, hogy te az arcod előtt, a szád előtt tartottad a mobiltelefonodat, és így beszéltél, mint aki nem egészen tudja, hogy kell használni. Igen, és ebben az a csodálatos, hogy miközben én beszélek, nem hallom, hogy a partner, aki a másik vonalban, hogy mit mond, érted? És igen. Ezért tulajdonképpen se a jó, se a rossz nem jut el a fülemhez. Ezért előlegeztem meg, hogy talán kihangosított, de akkor még ezt se tetted meg régebben, amikor így beszéltél. Nem. Már aha. A kihangosító se volt jó rajta. Figyelj, egyébként a számokhoz szoktál rendelni képet? Előfordul, a családomnál szoktam az elsőnél. Ez az egyik oka szerintem, mert nálam például ugyanez van, hogy a feleségemnek a képét párosítottam a számával, és amióta rajta van a képe, azóta én is így tartom sokszor a telefonomat, mert mintha beszélgetnénk egymással, így nézem. Nézem a képet, nézem. Na, Péter, beszéljünk egy kicsit a karakteredről, és erről a sorozatról. Ugye Vállótársa címmel indul, és te pont azon pali vagy, aki nem ki akar lépni, hanem te az a karakter vagy, akit ki tesznek, ugye? Szó szerint. Ráadásul nincs félrelépés én nálam, én egyszerűen nagyon szeretem a feleségemet, imádom a gyerekeimet, de valahogy, tudod, ez a 40 fölötti férfi, aki egy kicsit nem tud elég jól megújulni. Tehát valahogy ugye van egy ilyen kifejezés, hogy jól szeretni, hogy valami újdonságot vinni ebbe a kapcsolatba, és igazából a színpadon is azt szokták mondani, hogy a nézőket akkor tudod meglepni, amikor magadat is megleped. Tehát valami olyat csinálsz. Na most ez a magánéletben ugyanígy van. Ez a fickó, akit én játszom, az egyáltalán nem tudja se magát, se a feleségét meglepni, és a 16. házassági évfordulón, ahol ő egy fantasztikus vacsorát ritkent, a nő csak turkálja a kajákat, és szép lassan kiderül, hogy gyakorlatilag el akar válni. Édesem, tehát te vacsorával készülsz, imádod a feleséged, és egyik napról a másikra kitesznek? Opa. Igen, képzeld el, opa. Ez egy ilyen szitu. Ez egy ilyen szitu, és a feleségemet Balcsai Móni játssza fantasztikusan, és ő végig azon küzdött és azon dolgozott, hogy ebbe a nőbe valami pozitív dolgot is tegyen bele, és mondtam, hogy nem volt olyan egyszerű dolga, hiszen ilyenkor azért mindenki hajlamos a kitett fél mellé állni, de tényleg ez van, hogy én abban bízom, hogy meg lesz a mérleg ebben a dologban, mert tényleg van ilyen, hogy valaki hiába főzöd meg a kimcsit, amit Szöulban együtt ettetek, tudod, és hiába kevés. Elég savanyú a káposzta benne, még kevés. Kevés. Van olyan, hogy minden kevés. Igen. Ne akarunk vájkálni a magánéletetekben semmiképpen, de a szereplők között van olyan, akinek már volt valami hasonló élethelyzetben, vagy volt már valami hasonló élethelyzetben, tehát elvált már, vagy a környezetében vált el valaki, és fel tudta ezeket használni, ezeket a tapasztalatokat? Van szerintem ilyen, igen. A fiúk közül a Lengyel Tomi friss házas, én már jó ideje házas vagyok, de én az első házasságomban élek 3 gyerekkel, és az András úgy tudom, hogy ő elvált. Hát azért a Stól is egy karakteréhez illő szerepet kapott. Tehát a Pali, aki imádja a feleségét, de nem bír a farkával, nem? Nagyjából így tudnánk ezt így finoman. Röviden. Igen, de az a nehéz kihívás ebben, hogy ő egyáltalán nem ilyen. Tudod?
Ironizálsz? Nem, egyáltalán is, te mit neve? Ja. Te milyen rendes vagy, és milyen kollegiális. Ez nekem tetszik, ez nekem egyébként abszolút tetszik. Igen. Hát én azért... nem szeretnék hamis képet feltüntetni a kollégáimra. Semmiképpen, abszolút nem. Hát nem. Csúnya dolog lenne. Ráadásul ilyet állítanánk, hogy ő azért az életben sem veti meg azért a nőket. Nehéz, szóval, volt valószínűleg dönteni, hogy kinek melyik szerepet adják ők, oda öt esetben. Így van. Erre a szerepre, igen. Csak egyszerűen túl jól néztem ki hozzá. Figyelj, mondd meg nekem, hogy látom, hogy képileg ez baromi jól néz ki, és ez szép, de ugye a magyar filmekre sokszor nagyon jellemző ez a kicsit kétszavas, kicsit bénácska, rosszul megírt, ilyen nagyon életszerűtlen dialógok, ami miatt sokan szerintem mondjuk a magyar filmet vagy a magyar sorozatokat nem annyira nézik, mert nem szeretik. Kaptatok erre lehetőséget, hogy improvizáljatok, kaptatok arra lehetőséget, hogy jobban megírt, vagy jól megírt forgatókönyvből dolgozhatok, úgyhogy ne ez a tipikusan jellegzetes sokszor ez az utált magyar dialogok legyen. Nem tudom, hogy érted-e, hogy mire gondolok, leszámítva egy-két nagy rendező, egy-két nagy filmjét. Hogy mire gondolsz? Nézd, ezt a forgatókönyvet Köbli Norbert írta, aki a Vizsga című filmet és a Berni Követ című tévéfilmet is jegyzi, és szerintem neki igazi erőssége, és a stábjának ezt ketten csinálták, igazi erőssége a jó dialógírás. És én azt gondolom, hogy ez tényleg más lesz ilyen szempontból. Volt lehetőség arra, hogy piciket változtassunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon volt erre szükség, mert annyira pontos, annyira életszerű, annyira életszagú a helyzet, és annyira jók a szituáció, és ez nem egy kifejezetten vígjáték. Tehát nem arról szól, hogy most minden jelenetből az abgang, a kimenő, de legyen egy olyan poén, ami fölhagyja a nevetést, hanem vannak szívfacsaró részek is, és tulajdonképpen azon nevetünk, ami nekem a Csehov életrajzot ismerve nagyon tetszik, ez Csehov mondta, hogy minden egyes darabjához odaírta, hogy vígjáték, képzeld el. A Sirálytól a három nővérig mindegyikhez. És akkor megkérdezték tőle, hogy miért írod oda, hogy vígjáték. Megkérdezte a Stanislavski, és azt mondta, hogy azért, mert azt szeretném, hogy lássátok, hogy milyen ostobán éltek, és nevessetek saját magatokon. Na most azt gondolom, hogy ez a sorozat ezt fogja tudni hozni. Igen. Tehát, igen. Hogy van benne humor, de tényleg azon a szituáción és azon a szerencsétlenségen fogsz tudni nevetni, hogy önmagadtól és a helyzettől mibe sodrodsz bele, és egyszer csak már ott vagy valami abszurdban, amit el se hiszed, hogy te vagy, és mégis ott vagy benne. Szerinted el lehet egyébként igazán válni, mert én pont így vezettem föl, hogy akiknek gyerekük van, azok vagy intelligensen megoldják, és jól válnak el, de tulajdonképpen akkor sem válnak el, hiszen a gyermek miatt ugye állandó kapcsolatban kell, hogy legyenek, ha intelligensek. Ha nem, akkor a gyermeket felhasználva nem maradnak kapcsolatban, de mégis ugye ott van a közös pont, a kapcsolat, amivel mondjuk zsarolják egymást. Mert szerintem, akivel neked gyereked van, attól te életed végéig nem igazán tudsz a szó klasszikus értelmével elválni. Hogy gondolod ezt? Hát én is így gondolom, hogy úgy szakítani, mint egy kamaszkori kapcsolatból, vagy egy 20 éves kapcsolatból valakivel szakítani, és még ha szép emlék marad, ha csúnya emlék, végül is teljesen külön útra tudtok tévedni, és 20 év múlva úgy találkozni, hogy úristen, mi van veled, míg ez a gyermekeid anyjával, vagy a gyermekeid apjával szerintem ez nem tud megtörténni. Csak akkor, ha valamelyik szülő teljes mértékben feladja azt a vágyat, hogy a gyerekeivel a kapcsolatot tartsa, és én viszont ezt nem tudom elképzelni, tehát ilyen módon ezt sem, hogy teljesen el tud válni tőle. Egyszer muszáj egyeztetni, sőt azt gondolom, hogy ha jól működik egy válás után a gyerekek közös nevelése és felügyelete, akkor szinte azt mondom, hogy ha nem is napi, de három napi kapcsolatba kell lenni a volt feleséged. Hát igen, ha intelligensen próbál elválni az ember és gyermek van, akkor az ő érdekeit kellene szem előtt tartani, de hát halva azért a helyzetet itt Magyarországon azért nekem van ügyvédbarátom, aki mondja, hogy nem gondolnánk, hogy mi történik egy ilyen vállóperes tárgyaláson, és hogy mind tudnak marakodni felhasználva a gyereket, de nem akarom ennyire dramatizálni a helyzetet. Nem, nézd, itt is ebben a filmben vagy filmsorozatban is tulajdonképpen rengeteg szituáció van, kezdve attól, hogy elmennek közös terápiára, odáig, hogy a pénzen veszekszenek, vitatkoznak, és tulajdonképpen a férfi, én is, akit játszom, ez egy jó módú fickó,
és az egyetlen dolog, amivel hát revolverezni tudja a feleségét, akinél a két gyerek ott marad, az az, hogy a bankkártyával szórakozik. És az viszont fel is pöccenti az asszony. Hát ezek nagyon, nagyon szerencsétlen, nagyon olcsó időnként, és mégis azt hiszem mindenki számára ismert szituáció. Hogyne, hát ez ezért érdekes, mert sokan, nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Igen, volt a forgatáson egy malac, aminek az lett volna a feladat, hogy nyalja a te lábadat, és a malac nem akarta? Teljes mértékben volt egy csüngőhasi kínai malac, képzeld el. Mivel van gond a malacnak az ízlésével, vagy a lábaddal? Hát nyilván, hogy figyelj, a malacnak az ízlésével nem lehet gond, hiszen tudod, hát az csodálatos. Az állat nem tud hibázni, és egyébként meg kell mondjam, hogy a képben is tulajdonképpen a legerősebb színészi jelenlét az a malac élet. De helyes vagy. És az Istennek nem akarta nyalni a lábadat? De nyalta, azért aranyos volt. Nyalta, de ez olyan volt, hogy képzeld el, a két lábujjam közé be kellett tenni egy gumicukrot, amit előzőleg meg szagoltattak vele, és akkor arra nagyon erőteljesen rácuppant, és nem tudom, hogy nektek volt-e már olyan, hogy reggel félálomban arra ébredt, hogy egy csüngőhasú malac nyalja a lábfejedet. Hát ez egy elég intenzív érzés. Nekem francia buldogom volt, hát majdnem hasonló. Ő nagyon szeret. Ő nagyon szerette ezt, igen. Igen, ő ezt nagyon, nagyon hát szereti. Figyelj, megtrükköztük ezzel a gumicukorral, aztán kiderült, hogy ez képben látszik, és akkor utána már csak a gumicukor helyét tudtuk neki megmutatni, de valahogy nagy nehezen felvettük ezt a jelenetet, igen. Iszonyat nagy meló volt? Azt hallom, hogy egy nagy játékfilmnyi adagot forgattatok, tehát egy brutál nagy meló volt. Hát ez nem egy, ez gyakorlatilag már ilyen 10x50, ez 520 perc hasznos anyag. Hát ez egy három nagy játékfilmnyi anyag. Aha. Az inkább három nagy játékfilmnyi anyag, és ez egy 71 napos forgatás volt. Hát ez nagyon nagy munka volt. Én azt hiszem, és nem csak úgy volt nagy, hogy sok kilóra ez, hanem úgy átívelt ez egy 5 hónapos időszakon, tehát tényleg nagy munka volt. De iszonyat röhögések is, nem gondolom? Tehát ezért figyelj, ez egy nagyon szerencsés, szokták mondani, hogy szerencsés csillagzat alatt. Tehát a színészek mind babonások, és alapvetően szerintem az az ember, aki azt gondolja, hogy bármikor bármi jól tud sikerülni, csak akarni kell, az valamit nem tud erről a világról, mert ehhez kell még valami, mindig kell valami, hogy valami igazán jól jöjjön ki, ahhoz kell valami plusz, ami valahonnan onnan az égből jön, és én azt gondolom, hogy ezt a munkát, ezt a stábot, ezt a szerencsés összeállást, ezt a jó hangulatot, és ezt a egyébként nagyon igényesen végigcsinált 71 napos munkát így megáldotta még valami plusz is, úgyhogy ez nagyon jól jött ki. Most Valsai Mónét, Stoll Andrást és Lengyel Tamást már említettük, rajtuk kívül még, igen, ott van ugye Földes Eszter is, illetve Gubás Gabi is. Gubás Gabi és a Lengyel Tamást mondtuk. És Lengyel Tamást azt mondtuk. Igen, így néz ki a hat főszereplő, de a mellékszerepekben is olyan színészek tűnnek mint egy csüngőhasú malac. Például, vagy a Lengyel Tamás anyukáját játszó Börcsökenikő, vagy az András, Stoll András apósát játszó Pulka János, vagy az én ügyvédemet játszó Serez Zoltán, Pálfi Kati, Hauman Márté, Pálmai Anna. Tehát egy nagyon-nagyon jó stáb, és rengeteg színész fordult meg kisebb-nagyobb szerepekben ebben a munkában. Na hát kíváncsiak vagyunk. Péter, köszönjük szépen, megnézzük három bénázó palivállás után. Nézzétek. Köszönjük, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Serer Péternek, köszönjük, ciao, hello. Mennyire szeretem őt? Nagyon jó. Vannak embereknek olyan kisugárzások, hogy egyszerűen, tehát, hogy nem tudsz, nem, ha tudnál, se akarnál, meg mondanál róluk rosszat. Hát, hogy meghalod a hangod, és így... Hát és a Mucsival ők ketten. Jaj, hát. Na jó. Zseni. Pepe. Kafa. Nekem lámpásodott a kezem az Úrpestnál. Milyen volt? Nem a Jancsó film. Atya Isten, de szerettem. 3-4-10 lesz. Pontosan 5 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival, de előtte. De előtte hármasugrás, játszunk már is valakivel. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Sziasztok! Rami, hello Rami! Szia! Sziasztok! Rami, honnan hívtál minket? Kaposvárról. Kaposvárról. Van segítséged? Van. Kicsoda? Hát a munkatársaim. Na figyelj, mehetünk? Mehetünk. Itt van az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval a férfiasságától megfosztott háremőrt? Hú.
Itt vagy? Igen, igen. A kasztrált háremőröket úgy hívják, hogy... Nyimá, nyimá. Senki? Hányan voltatok ott? Nem olyan bonyi ez. Hát négyen voltunk. És senki? Hát egyből be kellett volna kiabálni. Senki? Hát az eunuch. Eunuch, akik ugye kasztráltak, és aztán hát ők már nem voltak veszélyesek a háremre, ott áldogáltak szegénykém. Tromfosztottan. Eunuch, senkinek nem ugrott be? Hát nem is hallottunk még róla. Ó, nem. Azért nyomtam ki, mert hallottam, hogy nagyon nagy a csend, igen. Igen. Ramikám, ez szinte rekord volt, mármint a gyorsaság. Hát, igen, sajnáljuk. Köszi a játékot. Puszi. Köszi. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Ő plusz négy ember senkinek, hát ez... Nem, ez nem volt nehéz. Ne ostorozz magad. Ne ostorozz magad, ez nem volt annyira nehéz. 3-4-10-3 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt pontosan. 2 perccel mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Mit vágtál bele, Zsül? Zsül vágott? Bizony. Ugye beszélgettünk arról kora reggel, hogy Kata ezt elmesélte Sarka Kata egy újságnak, hogy az ő gyermeke miket hírezte róluk az óvodában. A történet nagyon helyes, és témaindítónak remek volt, mert hogy arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti milyen történeteket hallottatok már magatokról úgy, hogy a gyermeketek terjesztette az óvodában, iskolában, mert hogy a gyerekek néha a valóság egy-egy szeletéből egészen másfajta valóságot tesznek össze, mint ami a valódi valóság. Bemennek az óvodába, és hát nagy szájjal hirdetik, hogy anya-apa éppen válik, vagy jön egy kis tesó, vagy anya iszik, vagy apa éppen meg akarta ölni egy késsel anyát, közben csak otthon közösen főztetek, és apa kicsit hadonászott ott a késsel. Nagyon helyes SMS-eket kaptunk, ráadásul betelefonált egy óvónő, aki elmondta, hogy látják egy gyereken, hogy igazat mond, és mi az, amikor fantáziál. Csodálatos kis történet mondott el, ami alapján azok a pillanatok, amikor ránk mosolygott annak idén az óvónéni, amikor bementünk. Rám még mindig. Kicsit felülírodnak. Igen. Tehát, hogy most így elgondolkodik az ember, és mit meséltett a gyerek, hogy így mosolyognak rám. Rettegek, amikor így bemész és végigmernek, és tudjuk apukat, tudjuk azban ott a szemükbe, hogy vajon mit tudnak, igen. Erről beszélgettünk, valamint vendégünk volt Antal Vali, és a szemránc krémeket szedtük egy kicsit szét. Ma egyébként Vali nem volt annyira szigorú, és beszéltünk arról, hogy jó, nem jó. Ez az SMS-ek hangvételén is megvált. Igen. Mi van azon nőkkel, akik szemránc krémet használnak, jót tesznek-e magukkal, vagy éppen ártanak? Ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc pontosan, 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szavaztok. Mégsem mentél, hallom. Hát képzeld el, hogy bent hagytam a slash-jegyeimet itt, a szerkesztőségben, és ahogy megírta kora reggel egy hallgató, az egy ilyen 500-550 méteres kitérő lett volna, és azt mondtam, hogy nem. Tehát ez most nekem sok. Igazából azt hiszem, indok kellett, fáradt voltam, hogy ne induljak el, és ez egy remek indok volt. De mesélte már mindenki, hogy mit hagyták ki, ugye? Hát nem kellett megvárnom a reggelt, mert János némi nagyon átérzett és nagyon jól eső szadizmussal 3 percenként küldte el, hogy megint gánsz, Night Train, Welcome to the Jungle, Sweet Child, Paradise. Na várj, akkor ráteszik egy Rocket Queen. Azt is elnyomták? A Rocket Queen. Azt egy már első 15 perces gitárszólóval. Na jó, igen, ezt mondtam, hogy az. Igen. Ráadásul a csávó tök jó, mert le van nyugodva, tehát biztos, hogy nem repkednek már a viszkis poharak, meg üvegek. De a színpadról úgy néz ki, hogy le van nyugodva, biztos nem tudom, valami küzdősportot űz, mint a vakkomondoros csávó, de egyszerűen azt érzed belőle, hogy ilyen higgadság van. Egyszer ugrott egyet valamelyik dal végén, és azt érzed, na, megjött. Ahhoz képest, hogy a gázkoncerteket cigarettával félmeztelől izzadva rohangálta úgy végig, hogy van egy 92-es tokiai koncert, ahol a csávó konkrétan nem érted, hogy miért fut le egy maraton. De, igen, de közben látszik rajta, hogy azért vannak izmai, meg mit tudom, tehát nem ilyen apukás lett. Csak olyan megfontoltam. Kicsit megtámasztja már a combján a gitárt, amikor jönnek a kicsit nehezebb szólók. Jó. A többiek azért elég jó formában vannak, miközben ott nagyon is vannak már azért 50 felé közelítő. Nagyon. Nekem a Miles Kennedyből kicsit hiányzik a rock'n'roll. Igen, én például Miles Kennedy-t hangját nagyon nem szerettem, pedig ő énekel legjobban Axel, de hogy valahogy mégse szerettem. Nagyon jó énekes, csak kellene kicsit jobb frontember lenne, kicsit a Sebastian Bachból, hogyha megy. Ja, jó, igen, és időként, hogyha egy teli talpal beugrana az elsősorban, mert valaki lehet. Na, ez a rock'n'roll. Ott kezdődik. Én sem. Én nagy részt a Miles Kennedy miatt nem mentem egyébként. Igen. Na tessék, van mire fog.
Nagy, erre, hogy most már hallom, nagy hiba volt. Na gyorsan hívjuk a naphallgatóját. Nem baj, a Gánszal úgyis most már tárgyalnak állítok Axellal is. Nézd, Csabi, itt vannak az SMS, hogy már a második szám Gánsz, a Nightrin el kellett volna jönnötök. Most you could be mine. Ha nem akarlak húzni, de welcome to the jungle. Itt már hapszó szájon feküdtem az ágyon 10:30-kor, tudod? Mutatom Balázs SMS-ét, ne olvasd be. Morning show. Oh, hello. De örülünk. Jó reggel. Jó reggel, Csabi, Jani, Balázs, hello. Szia. Erika. Jó reggel, sziasztok. Hát olyan kedveset írtál nekünk, te vagy a naphallgatója. Köszönöm. Ugye beszéltünk... Tapasztalat természetesen nyilván sejtitek. Igen, beszéltünk arról, hogy a nemzetközi férfi nap és a budi nap, a WC nap egy napon van, hogy kicsit tényleg rohadjon meg, aki ezt egy napra tette, de nem baj. Nagyon helyes volt, amit írtál. A WC legnagyobb barátja a férfi, hiszen órákat is képesek vagytok ott ülni. Ennyi figyelmet senkitől nem kapnak. Hát ilyen barátságot együtt kell ünnepelni. Hmm. Ezt írtad nekünk, Erika, és ezzel te lettél a naphallgatója. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, természetesen tapasztalat, hiszen a drága férjem is órákat képes ott tölteni, és egy hét alatt több száz oldalas könyvet akár kiolvasni, így, hogy menekül, úgy menekül gondolom, a lelkem, az a kicsi privát szféra maradt már neki is. A kultúra szentélye. Ugye csak én úgy gondolom, hogy egyébként takarítás közben se kapnak ennyi figyelmet és szeretetet a vécékagylók, mint tőletek, úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy az, hogy egy napon ünneplitek ezt a barátságot, hát de ez szép. A legszebb dolog. Ezzel lettél te a naphallgató. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked, Erika. Nagyon köszi. Szépen köszönöm. Ciao. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Csabi, kámere, meg zenék? Most nem a legújabbakat hozom, csak pont a tegnapi koncert kapcsán eszembe jutottak a nyári élmények, és nekem az egyik csúcspont volt nyáron a Scriptnek a bulija, úgyhogy most tőlük a Superheroes meg fogjuk hallgatni, jó? Meghallgatjuk. 555-55-00 ez a telefonszám, a Csabinak kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb.